van nagyon szeretnek, van nagyon nem szeretnek. De attól függetlenül, hogy én bárhol voltam a világban, Rómában, Londonban, Párizsban, Barcelonában, soha egyetlen egy magyar festőt nem ismertek. Ezt őszintén megmondom. Ha én bementem a Sohóba, egy galériába, és kérdezte a galériás úr, aki ott volt a tulajdonos, hogy honnan jöttem, és én mondtam, hogy Magyarországról érkeztem, akkor mondta, hogy ne haragudja, ő magyar kortárs festőt nem ismert, pedig benne van a műkereskedelemben, de van egy magyar származású festő, aki ismer, de Párizsban él, és én ilyenkor én mindig mondtam a nevét, hogy csak nem Sándor István, és akkor kérdezte, hogy de hát honnan tudom, és mondtam, hogy onnan, hogy én viszont személyesen ismerem őt, és hát annyira megvolt hatóvető, hogy én a Rafael Spence, Roberto Bernardi kiállítást voltam megnézni Londonban, és hogy ez egy ilyen gyönyörű vastag Bernardi albumot adott ajándékba azért nekem, mert ő már többször próbálta fölvenni Sándorfival a kapcsolatot, de nem sikerült neki. Hiába volt a Soho Londonban galériája, és én most látom, hogy egy olyan ember, aki személyesen ismeri, meg át tud látni az én, az ő üdvözletét általam, és mondta, hogy csak egy fél mondattal említsen már meg, hogy Londonban nagyon szívesen várni és lássa. És ez így volt Rómában és nagyon sok helyen, úgyhogy ő egy fantasztikus nemzetközi ismertségnek örvendett. Rengeteg kiállítása volt Amerikában, képei Japánban, Észak-Koreában, mindenfelé eljutottak. Nagyon sokáig egyébként Magyarországon nem is ismerték a nevét. Annyira nem ismerték, hogy megmondom őszintén, hogy én se ismertem. Majd a végén egy nagyon pici ilyen kép összefoglalót kifejezetten csak a olyan festményről fogok bemutatni, ami általam valami érdekesség volt, hogy hogyan ismerkedtünk meg, mit festett éppen akkor a műtermébe. Most ugye nem fog neki festményeket mutatni, hogy innen, onnan, onnan, bárki fölmegy a Pinterest, a YouTube, bármilyen Google, száz festményét lehet látni, teljesen fölösleges ezeket letöltögetni, bemutatni, mindenki YouTube-on megnézni. Kiállításokat fogok mutatni, élményeket, és lesznek majd egy ilyen, hát nem tudom hány festő van, önök között, fölemeli a kezét. És hoztak is alkotásokat, hogy esetleg... Jelentkezzenek is. Igen, hogy arról is fogok beszélni, mert szerintem néha sokkal érdekesebb, hogy hogyan fest és miért a festő, mint a készmű, mert arról is fogunk festeni, hogy ő hogyan festett. Mert ez nagyon érdekes dolog, és ezt hiszem csak sok esetben a műterméből lehetett elhozni ezeket. Mert a kép azt látjuk, hogy nagyon jó, nagyon szép, nagyon klassz, de hogy hogyan készült, meddig küszködött, szenvedett, birkózott, alkotott a festő, ezt ugye már nem tudjuk a kész alkotáson belül. Szóval annak hiszem, hogy 2001-ben, sőt, még egy kicsit előbb, már akkor ugye, ha nem is volt az internet, 19 évvel ezelőtt még annyira népszerű, mint most, de azért nagyon sok mindent meg lehetett találni, és láttam egy csodálatos festményt az interneten, egy nevet láttam, alatta csak ennyi volt írva a Sándorfi, és teljesen ledöbbentem, hogy hát van Magyarországon egy ilyen kvalitású festő, akit én nem ismerek meg azért, a miénk egy rendkívül pici ország, itt azért nagy vonalakban, mert mindenki ismer mindenkit, aki bizonyos szakmán belül ugye már sereg forog, és hát én itt egyáltalán nem ismertem a nevét sem, elkezdtem kutakodni, nézni utána, találtam aztán egy weboldalt, de ott viszont olyan nagyon nem volt se elérhetőség, se telefonszám, semmi, de aztán sikerült egy e-mail címet szerezni, és kiderült, hogy egy, ma már nem létezik ez a weboldal sajnos, hogy egy kanadai hölgy, aki a Sorbonne tanul művészet története, ő szerkesztette az ő weboldalát, én írtam neki egy levelet, és nagyon kedves volt, mondta, hogy nyugodtan írja Sándorfinak, aki egyébként egy magyar festő, csak Párizsból él 50 éve, írjak neki, magyarul is írhatok, tud magyarul, mindent el tud olvasni, és ő biztos bennem, hogy ő fog válaszolni. És én annyit írtam neki, hogy hát nagyon tetszenek a festményei, és én nagyon örülnék annak, hogyha én meglátogathatnám őt a párizsi műtermébe. Hát ez egy ilyen kis kapcsolatfelvételi kísérlet volt. Igazából nem is reménykedtem benne, hogy ő erre válaszolni fog. El is teltek hetek, körülbelül a 3 hét nem jött semmi. Gondoltam, hogy hát biztos nem foglalkozik ő most egy kis szereli festővel, mit érdekel, hogy mi van. Csak egyszer jött egyetlen egy mondat, szervusz István, ha Párizsba jársz, keres föl, itt a telefonszám. Ennyi. Hát, mi kellett szereli gyereknek, előtt a buszra, elment Párizsba, rájövően hónapra,
Este 10 órára érkezett, még akkor nem nagyon voltak ilyen fapatosok, csak ez nem volt, mert az is nagy dolog volt, hogy ilyen busszal kimenni Párizsba, közel 20 évvel ezelőtt. És emlékszem a busznál a Türéliá kertjébe, az a Lúknak a nagy királyi kertbe, ott mentem egy telefon fülkébe este 10 órakor, és akkor jutott eszembe, hogy nem kellett volna otthonunk fölhívni. Jöttem Párizsba, már mégis érdekesen kellene megbeszélni. Na, mondanák fel, akkor én addig még nem jártam Párizsba, akkor lesz, ami lesz, elmegy a Lourdes-ba, Dorziba, ide-oda-oda, akkor vele nem találkozunk. És természetesen ott hívtam, én nem tudok franciául, végig franciául szöveget valaki a telefonba, de rájöttem, hogy üzenetrögzítő, úgyhogy lehet, hogy valóban nincs otthon, valamit ő mond, nagyon a telefonban, de nem tudom, hogy mit. És akkor vége volt az üzenetrögzítő, csak annyit mondtam, hogy hát én vagyok Szenegál István, és hogy hát hozzájöttem, hogy akkor holnap 10 órakor újra megpróbálom hívni, teszek egy kísérletet. És akkor kicsit úgy el voltam kedvedni, mert mondom őszintén, hogy hát nem biztos, hogy összejön, hogy mit. De azért másnap 10-kor fölhívtam, gyönyörű, szép magyarsággal beleszólt valaki a telefonból, szervusz István. Hát nagyon boldog voltam, kérdezte, hogy mi újság, mikor jöttem, meddig leszek, hogy egy ilyen általános beszélgetés, és mondta, hogy akkor mikor szeretné jönni. Hát kérdezte, hogy délelőtt vagy délután, mondtam, hogy inkább délután, mert nem tudom, hová kell menni, hogy addig a címet én nem tudtam, minek kérdezzel meg, köszönöm is volt. Aki így ismerünk, csak 8 millió alatt Párizsba, és akkor mondta egy nagy gyorsan, hogy Budapest 1949. És ahogy mondta, én ezt így fonetikusan leírtam, hogy Rü, Ü betűvel, Petites, Ecuris, 49. És akkor mondta, hogy délután 4 óra, jó, még annyit kérdeztem meg, hogy mihez van közel, mondta, semmihez. Szuper? Még azt mondja, hogy el kell tudom bármi, akkor könnyű megtalálni. Letette a telefon, nem mondom, fasza. Bocsánat, még térképem sem volt. Van körülbelül 6 órán, hogy megtaláljam a Lüdöpetyi 1949-es házszámot Párizsban. És elmentem egy ilyen kis butikba, mentem egy ilyen kihajtudatos térképet, és igazából akkor döntöttem el, hogy ez a rettenetesen nagy város. Utca volt benne, hogy valami bődület. És akkor elkezdtem, hogy jött egy idő, és néki próbáltam segíteni nekem, hogy hát megtalálni, igazából nagyon nem tudtam elmondani, hogy mit akarok neki. De azt az egy szót ismertem, hogy a Petites, hogy kell írni, megfordítottam a térképet, és amiben utcában volt rengeteg utca, benne volt az a szó, hogy Petites, én a sor kérbelővel kihúztam, és négyet találtam ilyen utcát, ilyen hosszú utca. És hát ez a négy közül valamelyik. Ugye idáig eljutottam, megkerestem a térképen, egy közel volt az Eiffel-toronyhoz, hanem akkor kérdeztem, hogy mennyire van közel, vagy mihez van közel, mondtam, hogy nem messze van az Eiffel-torony, hogy ez nem mondta, ez kihúzta, nem mondta. Egyet néztem, olyan messze van, hogy úgyse találok el soha az életben. Két utca, ami olyan belátható távolság volt, mondjuk az 10 km-en belül, mondjuk ki, oda elsétálok bátran, de mivel két helyre nem tudok, akkor menjünk egy helyre, és akkor lesz, ami lesz, elindultam. És akkor nem is tudtam összehajtani a térképet, ilyen fagyi alakba összehajtottam. És most én mentem Strasbourg-Bolvár, itt a Pompidou központ, bementem a Pompidou központba. És az a lényeg, hogy 3:30-ra odaértem, megtaláltam az utcát. Úgyhogy egy jó szerény 5-6 óra alatt. És akkor ott a következő döbbenet, hogy hát gombok vannak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semmi név, semmi. Be se tudok menni. Hogy megyek be? Akkor még mobilom nem volt ugye. Telefonfülkét nem láttam sehol közelbe, akkor várakozunk. Vártam egy fél órát, vittem egy kis szapmára szilva pálinkát az ajándékba, állítanak ilyen szeptember, gyönyörű szeptember őszidő volt, és akkor egyszer jött egy hölgy, angolul megszólítottam, és megkérdeztem, hogy arra jöjjem az épület valaki, Sándor fi? És legjobb döbbenettem, mert azt mondta, hogy igen, én vagyok a házvezető nőnél. Mondta, hogy ő meg lengyel. Hát mondom, így kell csinálni. És akkor mondta, hogy akkor megy előre az első emeletre, és menjen utána, összeszedtem a cuccomat. És hát fantasztikus, máig egy kicsit így beleborzolunk. Sok cuccal mentél? Tessék? Sok cuccal mentél? Sok cuccal mentél? Sok utca? Sok utca? Nem, abszolút nem. Nem volt sok utca. Volt végre egy ilyen pici bőrtáska, nagyapám törökölte, minden belefér, az az ennyi volt. Egy alapmány, egy üzletet kész, ennyi volt. És akkor ő így ment föl egy ilyen dolga lépcső, hogy akkor bementem, hatalmas ekkora kilincsek, egy gyönyörű patinás épület, a 10. kerületben volt egyébként ez a régi műterme, meg én aztán mentem az újba is neki.
és akkor hatalmas, egy vörös szőnyeget mentek föl a széles folyosón, egy múzeumban ment az ember, hát kiderült, hogy egy szint volt az ő lakása, 200 négyzetméteres lakás volt, az első emelet az övé volt, műteremmel, majd ő mesélik előkészítőkkel, mindennel, és ő ott állt, örült. Tudniker róla mindig úgy öltözködött, hogy azt mondta, hogy csak úgy tud festeni, hogyha semmi nem gátolja a festést, volt egy ilyen molinó, amit itt is lehet rajta látni, volt egy ilyen földig érő molinó. Molinó a lábában, a lába nem volt cipő, hanem egy ilyen kis varrott, nem is papucs, egy ilyen vászon barakka volt csak rajta, és az egész előre rockstar úgy nézett, idáig érő fekete haja volt neki, fekete köpeny, fekete ember ott állt, kis vékonyka, ugye nem volt magas, és akkor mentem szerényen, köszöntöm, hogy jó napot kívánok, és akkor mondja nekem, hogy szervusz István. Jó napot, azt most mondom, hogy szervusz István. Ugye nagy nehezen aztán letegeztem, és akkor bementünk, amikor beléptem a folyosón a műterembe, jobbra balra menni, a szemmel látott folyosó volt, és akkor ahol a világon voltak neki kiállítása és plakátok voltak, az minden volt keretezve. És akkor Korea, Miami, New York, Róma, minden nagy plakátok jobbra balra, ugye fantasztikus élményről, bementünk a nappaliban előttünk, de az egy kis zavar volt, meg majd az elfogom esetleg, hogy egy nagyon zárkózott ember volt Sándor, hogy mérhetetlenül zárkózott, nagyon kedves, de nagyon zárkózott. És hogy mondom, hogy olyan nehéz így, ugye olyan kicsit kellemetlen volt, úgy mondja neki, és akkor ő is érezte, és akkor mondja, hogy egy whisky, hát ami biztos nem van, és akkor kérdezem, milyen whisky, hát mondom, amit te is szól szerényen, fogalmam is. És akkor kinyitott egy ilyen nagy szemlény, azt mondom benne, hogy 70 üveg viszki, és akkor mondja, hogy fehér viszki, mondom, az pont jó, fehér, azt sem tudtam, hogy milyen a fehér viszki, és akkor ilyen nagy, gyönyörű pohárba hozta a viszkit, elég sok volt benne, és gondoltam, hogy hú, ezt megisztjuk, akkor lesz hangulat, megittuk, és akkor mondta, hogy hát ne haragudjam, de ő neki mindig rá kell gyújtani, hát ugye ez annyira mindegy, tudni kell, hogy ő meghalt 2007-ben tüdőrákba halt meg végül is, ugye valahol a füst lett a leszte neki, de hogy ő lánckohányos volt, vagy cigizett, vagy szivarozott, főképpen szivarozott egyébként, mert mivel amikor festett, akkor is cigizett volt, csak akkor mindig be kell szedni a cigit, de a szivar meg el volt a szájába 2-3 órás keresztül, úgyhogy hozott egy ilyen kubai, ilyen vastag, ilyen szivar, de hát én nem szivarozott, ő ráképpent, és onnastól kezdve elkezdtünk beszélgetni, és órákon keresztül. Ugye elmesélte az életét, most nem húzom, mert 300 képet hoztam, 800-ból válogattam ki 300 képet, de ugye a dolognak a lényege nagyon örülni, egy pár percben elmondom, hogy 6 éves korában, 56-ba került ki a külföldre, a apukája az IBM-nek volt a vezérigazgatója a két szakmányok között, már akkor is ugye az IBM egy amerikai cég volt, csak akkor még ilyen ipari gépekhez, ilyen lyukkártyák, gyártottak meg ilyen ipari műszereket, de ennek volt a vezérigazgatója, aztán államosították ugye az 50-es években az IBM-en, és az apukáját ipari kémkedéssel halálra ítélték először, utána meg életfogytiglant kapott, és 6 évig volt börtönbe, őket kiköltöztették a Hortobágyba, az egész családot, ugye Sándor Fővégös a gyerekkorát, szinte azt lehet mondani, hogy 2 éves korától Hortobágyon élt el, én beszélgettem vele, és végül is azt mondta, hogy imádta. És neki a Hortobágy volt, mert mindegy gyereknek, ugye szabadság, nagy tér, szolgálat, tehát jó, minden. Nem nyílt át ezt az egész kitelepítést, mert ugye a szülei vagy a felnőttek, de még Budapesten is ki voltak tiltva, úgyhogy nem mehetnek vissza Budapestre se. És akkor 56-ban a IBM volt, aki elintézett minden, ugye az apukáját kihozták a börtönből, és azt mondta, hogy 24 órán belül kisvitték az országból az egész családot, megérkeztek Bécsbe, és kérdeztem, hogy hát nem volt nehéz, mert hogy történt minden, és mondta, hogy az apukájának a 5 év munkabérét jutalmával mindennel együtt kifizették, plusz összeadták az 5 évnek a szabadságát, amit azt mondták, hogy innestől kezdve kiveheti, ezért úgy érkeztek meg Németországba akkor, ugye Bécs után, hogy már akkor szinte jó módú emberek voltak, ugye egy kisebb vagy a vagyunk kapott az apukája. És fölajánlották a családnak, hogy Amerika, Amerika, hogy annyira hálásak voltak ezért, hogy ő miatta ült 6 évet a börtönben, meg hogy így kitartott a cég mellett, hogy mondták, hogy bárhova mehetnek a világon, ahova szeretnének menni, oda viszik. 2 évig volt a Németország, hogy a Sándorfi négy nyelven beszél tökéletesen, mert ugye kisgyerekkorában megtanult németül, utána 6 éves korában került ugye Párizsba, mint ott angol meg magyarul a dolog. Érdekesség, hogy ő nem jártak Magyarországon, mert soha nem rehabilitálták az apukáját,
ő azt mondta, hogy ezért nem mertek jönni, féltek, hogy ugye nehogy lecsukják, itt marad, úgyhogy nem jöttek, egész rendszerváltozás. Sőt, én 2001-ben találkoztam vele először, és 2001-ben mondta, hogy csak egyetlen egyszer volt átutazó Magyarországon, hogy még addig sem jöttek. És ahhoz képest jól beszélt magyarul, ugye? És azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, mert azt mondta, hogy négyen voltak testvérek, de a család mindig magyarul beszélte. De viszont nagyon érdekes volt, mert olyan hangfordítása volt, hogy ugye, mint akkor egy régi magyar filmet nézünk, és értjük, hogy kicsit más a hanglejtése ugye a színészeknek, és ő elment ugye Párizsba, és ő megmaradt ez a beszéd stílusa neki, úgyhogy nagyon szépen, nagyon lassan beszélt, de mint hogy az ember egy régi filmet nézett volna, mindig olyan volt az ő beszéd stílusa, de gyönyörűen beszélt. Egyet mondott, hogy mivel ő soha nem tudott ugye írni, olvasni magyarul, tud olvasni, tud írni, de helytelenül, ezért nem szeret, mivel sok a helyesírási hiba, ezért mondta, hogy ezért nem szeretni magyarul írni, de mindent el tud olvasni, úgyhogy majd amikor a vége lesz egy kis idő, akkor rengeteg katalógusokat tőle, meg dedikálta, elhoztam majd néhányat a New York-i párizsi kiállításokról, a Los Angeles-i kiállítása, úgyhogy ma néhány dolgom kaptam, úgyhogy dedikáltat lehet látni, hogy végül sok írt, nem részlet, de nem különböztettem meg a kis, meg a nagybetűt, meg ilyet, de nem, semmi probléma nem volt, de beszélünk gyönyörűen beszél. És ott voltunk, hogy másfél-két órája ott iszogattunk, és azt mondjuk, hogy ezért meg ezért jöttem a festményét, hogy beszélgethetünk, hogy mindig Magyarországon szeretem, mi van Magyarországon, mi történik, mi változott, hogy volt állandóan kérdezték Magyarországon, és már látta rajta, hogy kicsit türelmetlen, mert ők is kérdezték, bemegyünk a műterembe? Maradjunk itt. És akkor bementünk egy gyönyörű nagy műterembe volt. Neki, de még olyat azóta se láttam, hatalmas műterem, de koromsötét műterem. Vastag, dupla, ilyen fekete, valamilyen anyaggalból minden leborítva, ablak minden, én akkor hirtelen nem értettem, bődületes cigarettaszag, de az olyan, mint amikor a legdurvább kocsmába bementünk a 70-es években, és ott volt 150 ember, ugye, és akkor ott cégezett, ez volt az ő bűtermébe, meg egy kaskó az árvány mellett, ami félig volt csikkel, és kérdeztem, mióta gyűjtögeted a csikket, és akkor mondta, hogy hát ez egy éjszak alatt összejött, úgyhogy ennyire vitamin dohányos volt. Hát a sötét, mert azért volt, hogy még nem most, de azért egy picit beszélek a technikájáról, hogy rendkívül életritmus, a 16 órás ritmusában élte az életét, ez azt jelenti, hogy 16 órákat dolgozott minden nap. De mivel neki is kellett aludni, és lefeküdt, ezért ugye mindig később feküdt le, aludt, fölkelt 16 óra, általában 4-5 naponként eltolódtak neki az időszakok, ezért volt, hogy egész éjszaka festett, egész nap aludt, vagy délután festett, délelőtt aludt, úgyhogy ő 5 napig nem hagyta a műtermét, de így nem tudta, milyen napszakon nem is érdekelte őt különösebben. Így állandó fényviszonyok mellett, ugye észbontó lámpák voltak, amellett dolgozott, illetve minden egyes festményét diáról festette. Az azt jelenti, hogy ő fotózta be, beállította, mérhetetlen precíz beállításai voltak, több száz diája fotója volt egyetlen egy festménynek a részleteiről. Körülbelül 50 ezer diája volt, azt mondta, hogy csak ablak részletekből van neki 3-4 ezer, amiket lefotózott, majd a képeken fogjuk látni, hogy... De ugye a diát csak sötétben lehet látni, úgyhogy mindig muszáj volt sötétben, úgyhogy amikor először találkoztam vele, szegénynek a szemem olyan volt, mint egy nyúl, olyan bőrös volt, hogy akkor egész éjszaka festett, én ilyen egy órakor találkoztam, mondta, hogy azelőtt kelt föl nem sokkal, és akkor még nagyon fáradtak a szemeinek, úgyhogy nagyon fehér volt a bőre, neki mindig nem volt, de itt annyira nem látszik, de furi volt ugye a mindenféle szempontból, nagyon kicsi ember volt. De a műterem ez fantasztikus, 3 óriási nagy állvány. Most egy érdekes dolog, hogy műteremről fotót, egy darabot nem tudok mutatni, de megmondom miért, hogy annyira közvetlen volt, pedig 3-szor voltam a műteremben, a két műteremben, annyira barátságos, hogy ha én ott elkezdek fotózgatni, akkor turista vagyok. Az olyan hülyén nézett volna. Úgyhogy abban a pillanatban, hogy eszembe nem jutott volna, hogy egy ebben ugye Istvánnak írtam, hogy gyere már Istvánnak rájuk egy kép elé, egy közös szeltömi nem volt, de nem volt. Egy közös képre. Igazából nálam volt a fényképező gép, de soha nem csináltam fotót. Egyrészt én nem is gondoltam, hogy meg fog halni, ugye? Mert 58 éves volt még, azt lehet mondani, hogy fiatalom, a alkotói erejének a teljesen halt meg. A másik meg az, hogy mindig abban bíztam, hogy újra találkozunk, hát nem kell be a fotó nekünk, hogy most mi találkozunk, meg kell fotózni. Így egy utólag egy kicsit bánunk legalább egy ilyen. A műtermében, egyébként van közös fotó, de hogy a műtermében kiállításokon van,
hogy a műtermében nincs. És hát akkor ott ő mondta, hogy kérdezz. Most egy festő elmegy egy olyan festőhöz, aki érzi, hogy szakmailag ezerszer többet tud. Ráadásul ez már elég régen volt, ugye, hogy akkor még én nagyon-nagyon szerettem volna még, mert máig, ugye, minél többet tudni a festészetről. Nekem az tényleg egy mennyország volt, hogy a alapozástól, az átfestésig, az előrajzolásig, a apró technik, nem festett ő előttem, nem mutatta, de mindent, amit én kérdeztem, mindenre válaszol. Elmondta, hogyan csinálja, milyen anyagokkal csinálja, megnézhetem a festékeit, ecseteit, oldószereit, minden, és ez sokszor ezerszer nagyobb segítség, mint bármi más. Én nagyon sokáig azt lehet mondani, hogy Európa, mivel Fermerre Caravaggiót imádom, Európa összes múzeumába elmentem, hogy végignézzem a Fermereket, Caravaggiókat, de a Caravaggiókat még úgy is, hogyha Mária Popolóba kellett menni Rómába, oda mentem, egy pici templomba 4 órát kellett várni, míg kinyit egy római templom, meg akkor lehet látni ugye a Szentpéter keresztefeszítését, 4 órát láttam, bejutottam, de ott mindig kézképeket lát az ember, amiből nagyon nehéz tanulni. Tanulni félkézképekből lehet látni. És a Dublini Nemzeti Múzeumban láttam egy Rembrandt képet, például félkészen, nem tudom miért hagyta a lapa, de hogy a nagyon érdekes volt technikailag látni, hogy Rembrandt hogyan építette föl. Most én is hát abból az egy képből többet lehet tanulni, mint a régi múzeumban 50 Rembrandt képből, mert azok tökéletesek, azt mondja, hogy nézni tudja az ember megélvezni. És önállal ez volt a nagy dolog, ugye bementünk az előkészítő szobába, mindent végignéztünk, és hát fantasztikus élmény volt. Ugye úgy váltunk el, csak egy érdekes dolog, hogy ugye azt mondta, hogy semmihez nincs közel, de igen, a Poli Bergere mellett lakott körülbelül 100 méterrel, ugye amin a gyarmati hívják azt a igazgatót, aki vagy 30 évig volt az igazgatója a Poli Bergerének. Ugye ez a egyik legnagyobb ilyen szórakoztató része volt, a része máig ugye Párizsnak. Úgyhogy csak lehet, hogy ő nem látott. És amikor jöttem el, akkor mondtam neki, hogy egyet kérek tőle, mivel igaz, hogy volt olyan 5-6 kép a műteremben, és abban az időben ugye Jane Kenning Galerivel volt New Yorkban 5 éves szerződése, mi magyarán minden kiállítása Amerikában volt, hogyha valahol Európában, mindenhogy hol, mindegyik volt, de valahol Európában lesz egy kiállítása, akkor nekem szóljon, üzenjen, és én biztos, hogy ott leszek. És így az első európai kiállítása, ami Párizs volt, 2006-ig kellett várnom. Én közben voltam 2004-ben is nála, meg 2006-ban is. És akkor most haladunk, pár képet róla. Ennek a képnek az az érdekesség, hogy ez a debreceni modern, de csináltak neki egy nagy életünk kiállítást. Ez 2007-ben volt, és ott már nem volt ott a megnyitó, meg ott már tudta, hogy beteg. Ugye első jött a megnyitóra, ez a fotó ott készült a modernbe. Eljött meglátogatni a kiállítást, nem megnézni, de úgy, hogy a közönséggel még nem volt ott, ugye. Akkor már önnek elkezdődtek ugye a útkezelései. Úgyhogy ez egy olyan utolsó fotó majdnem róla, ami publikusan készült. Hát pár fiatalkor is áldott fiúl. Ugye mesélte nekem, hogy nagyon érdekes volt, hogy ő járt a képzőművészeti egyetemre, de ott hagyta. Nem is érettségizett le, mert középiskolába kirúgták, de ugye mint régen Magyarországon is a művészeti egyetemekre nem kellett még érettségi semmi. Régen egy színházművészetire, egy képzőművészetire, az adott művészeti ágban, ha valaki kiemelkedő volt, akkor nem kellett érettségi. Ez így volt Párizsban abban az időben, amikor ő kiment. Úgyhogy mivel az apukája látta, hogy nagyon szenvedélyesen, ilyen 14 éves kora óta már őrület, és tehetséggel, mert fogok egy olyan Barcelona kiállításon, egy olyan képét mutatni, ami 14 évesen rajzolt egy másfél méteres komplex rajz. Látta, hogy ez menthetetlen a fiú, ezért beírattam ugye 18 évesen az egyetembe. Azt mondta, hogy mivel ő semmit nem tanult, olyan unalmas volt az egész, szembe volt az iparművészeti egyetem, ahol sok jó csaj volt, azt mondta, hogy inkább átment az iparművészeti egyetemre, de azt se fejezte, hogy nem diplomázott, de oda járt a képzőműv az ipar között, hogy ő főképpen otthon rajzolgatott. És igazából egy ilyen 20-21-22 éves korában a szerződésé volt a galériával, nagyon korán, nagyon hamar sikeres lett, úgyhogy a pályájának szinte az elejétől fokozott folyamatosan már a professzionális művész volt, aki folyamatosan el tudta adni a képeit. És egy háromszintes családi házat délre, egy nagyon elit részén Párizsba, és ezért ott készült a legislegesű műtermék, ahol a harmadik szint volt berendezve egy műteremnek, és az első két szinten laktak, de a harmadik szintre nem jöttek föl, két lánya van,
neki, aki egyébként Budapesten lakik, a kisebbik lánya, a nagyobbik lánya most Amerikában, de hogy Angi mondták, hogy még ők sem mentek a gyerekek, mert ugye neki abban a ritmusban, hogy ő felsőt, hogy igazából nem lehet az alatt. Ott a fogtól az egyik kislánya volt, hogy előzött ilyen. Igen, igen, volt a fogtól. Őről azt mondjuk, mert látni fogjuk, hogy körülbelül 20-25 évig csak a családját mögött magát festette, több száz képet festett. Maklárival egyszer beszélgettünk még a Budapesti Galériában, és azt mondta, hogy körülbelül 8-900 festménye lett Sándorfinál, de ennek a döntő többsége másfél, két és fél méteres, úgyhogy iszonyú nagy méretű képek. Hát majd ez egyébként mögötési festmény van, ez meg ez egy festménynek a részlete, óriási méretre festette a képeit, és hát majd fogok róla mesélni, hogy hogyan változott a technikája, hogy mehetünk. Hát itt lehet látni, hogy egy picit már abban a korban is, hogy ezek a sötét függönyök megvilágítva, a sötétnél festett, mesterséges fénynél festett, pedig ez nem a műtelő, ahol én voltam, ez a légműtelő. Ez a lakásából egy részlet, ugye, hát ilyen méretű képei lesznek majd sokszor neki, ezeket a képeket ilyen döbbenet, ilyen 23-24-25 éves korában már ilyen 2-3 méteres festményes festett, hihetetlen veszélytársa részlet. Mindig valahogy a festet? Mindig valahogy. Hát itt egy kicsit, ezt nem megkérdeztem, hogy ezt a könyvelet, ezt még a Maklári Pálmának írt, ez a New York-i kiállítás, amit egy megcsinálja. És akkor ilyen nagyon előszeretettel kis rajzokat, skicceket, kis kedvességeket tettünk mindenre, hogy az emberek mentett hozzá. Hát ez volt a Lütetek Szekulis, 49, ez a 10-es évben, csak megjegyezzem, jövőről is, majd egyszer megyek, ugye gondoltam akkor, akkor inkább az utcánevén mondom, lehet hozzam. Hát ugye először voltam Párizsban, akkor legyen meg a dokumentum. Majd erre visszatérünk, akkor most úgy csináljuk, hogy ahol én a kiállításra jártam, ez ugye, amit meséltem, ez a 2006-os párizsi kiállítás, a legelső kiállítás, hogy innen indulunk, és akkor egészen a barcelonai kiállításai végig tudunk menni. Hát ez, amit meséltem, hogy aztán jött a levél, 2004-ben voltam újra nála, egyszer ő is volt, találkoztunk Budapesten, ez is egy külön történet, hát ugye minden nincs idő, tud én 4,5 órán is beszélve annyi történet van, de hogy hát egyszer szólt nekem, hogy ugye Párizsban lesz kiállítása, igazából nem nagy kiállítás, hanem 15-16 kép volt, de hogy ő nem akarta, hogy a Párizsi galériás, ez a galéria Mája de Bihan, mert itt lesz a katalógusa, egy kisebb fajta vagyon 30.000 eurót fizetett neki azért, hogy kiállítson, ezért mondta, hogy megéri neki Párizsba kiállítani, és hát itt láttam én először neki, hogy voltam kiállítása. Azt tudni kell Párizsba, hogy teljesen más szisztéma szerint vannak a megnyitók. Nem ott van a megnyitó, mint nálunk, hogy elmegyünk. Van egy jóbeszédű, okos ember, aki bemutatja az alkotót, szépen beszél. Ott ilyen nincs. Nevezett vernisszázs van, megterítenek, pezsgő, minden van. És akkor mondják, hogy 5 órától nyitva van a galéria, mindenki jöhet, beszélgethet. Semmilyen szöveg nincs, majd egyszer jön a művész, és akkor a művésszel lehet találkozni, lehet beszélgetni. Na megnyitó nem fél órás, hanem egy 3-4 órás időt tartom, ugye egy egész délután, mert itt tart az a vernisszázs. És itt is volt valamikor ilyen este 6 óra, akkor vártuk, már 7 óra nem jön Sándorfi. Aztán láttuk, hogy jött ugye szokásos cigével a kezével az úton, de hát ugye, aki ügyesebb volt, tudta, hogy merre jön Sándorfi, már elé ment, hogy tudjon vele beszélgetni. Úgyhogy szegény, mire a lakásától átsírtak a galériából, ugye szép lassan, 34-szer megállították beszélgetni, és így nem hal. Úgyhogy mit jöttünk rá, hogy nem fogunk tudni beszélgetni, óra 6 óra, mint akkor érkezett meg. Rögtön körbevették, beszélgettek, a világ minden részéről volt a galériások. Ez Szabta Fébó jött, ez a galériás, másnap én is találkoztam, ott volt hősi műtelőben. 2,5 órát állt így türelmesen, míg megkérdezte Sándorfitól, hogy mikor beszélhetne vele az amerikai kiállításról, de majd arról beszélhetünk mi később, és hogy hát nagyon sok helyről jöttek mindenhonnan, de ott olyan nagyon nem tudtunk vele beszélgetni. Dedikált az orvokat, aláírta a kis katalógusokat, a baloldali hölgyök, ő a kisebb lányú, az Ami, gyűjtőjei, modellek, nagyon sok mindenki ott volt. És hát vártunk, hogy hát egyszer majd a sor rákerül, kérdezik, nagyon sok magyar volt. Ugye a dolog érdekessége, hogy én 2001-ben voltam, akkor már Kálmán ismerte, de még akkor nem volt a galériása, de valamikor 2004 környékén csinálta meg a Freitosszé vele
egy ilyen műsor, hogy világhíres magyarok, vagy valami, és akkor nagyon sokan őt megismerték Magyarországon, és még én vettem föl neki DVD-re, küldtem ki, hogy meg tudja nézni azt a Frey dossziét, ami részben róla szólt, ugye, mert hát ő nem látta, ugye, akkor itt él is akkor már. És hát ott megint a baloldalat, hogy most itt várakozunk, jönnek meneket, és azért tettem ezt a képet, mert nagyon sok van, hogy van egy fekete hölgy, ő volt akkor a fő modell, meg illetve az élettársunk, akitől a gyerekek voltak neki, az a hölgy, azzal szakítottak, és akkor ővel élt együtt ezzel a hölgyel, és már lehet látni, hogy hihetetlen sok festményén szerepel, mint modellező. Most milyen jó. Ez a hölgy, aki itt van, ez volt az egyik legnagyobb gyűjtője. Hát ha az utcán találkoznánk vele, nem gondolnánk, hogy ez a hölgy. Úgy fizeti 60-70 ezer eurók, ez egy festmény, hogy szemlőben és tégy, az lehet, hogy van neki 50 sándor kiképe. Úgyhogy most is akkor ott volt a kiállítás, úgyhogy ővel beszélgetett. Volt olyan marokkói gyűjtő neki Párizsba ért, akinek 150 darab ilyen 2 méteres festménye volt sándor fitól, majd még arra is volt mesélni nekünk. Ő volt a jobb oldali a balérjás, ugye volt a Mayer, meg a Rihan, ő volt a Rihan. Ezek is galériások voltak. Általában a műgyűjtők meg galériások voltak, mint a vásárból, akik is nagyon körülvették. Szegény hűvét változik, már kicsi sajnálom is. Eljöttem a beszélgetésre, sokat kell vállalkozni neki. Mi beszélgettünk pár szót, amit tudtunk beszélgetni vele, hogy ő mondta egyébként, hogy itt nem tudunk beszélgetni, majd holnap délben találkozunk a műteremben, menjünk oda, hogy körülbelül ennyi volt. Mert ez a galéria. És itt vannak a festmények, hát itt lehet látni, majd haladunk aztán részletesebben is, de hogy általában óriási méretű képek, másfél, két és fél méteres, három méteres, hihetetlen nagy méretű képek, ugye? Egy kicsit vegyes volt a kiállítás, mert ez a kép, ez a 80-as évek közepén készült. Valószínű, hogy meg tudja tölteni a kiállító teret, ezért vissza-vissza kiérgetett néha. Például őnek a Gene Kehengeren olyan szerződése volt Amerikában, hogy 2 év alatt meg kell festeni 15 képet neki, kapott 500 ezer dollárt, megegyeztek, hogy körülbelül milyen méretű legyen a kép, és ezt 2 év alatt kell leszállítani, ugye Gene Kehengeren. És a Gene Kehengeren ezeket a képeket eladta egyenként, én amikor harmadszor voltam nála, majd meg fogom mutatni ezt a Habeas Corpus című képnek, pont akkor voltam a Nebraska-i múzeum, akkor megvették 150 ezer dollárt azt a képet tőle, egy gyönyörű nagyméretű festmény. Hát itt képrészletek majd erre még mindig lesznek, csak hogy ezek voltak a kiállításon. Igazából annyira jó fényképezőgépem se volt, még akkor nagy felbontása se. A fény is annyira jó volt, és végig is lehetett látni, hogy milyen stílusú képeket. És nagyon álljunk meg egy pillanatra, ugye, hogy ennek az előadásnak is valahol, hogy Sándorfi hiperrealizmus, fotorealizmus, és igazából ezzel is akartam kezdeni, hogy Sándorfi nem volt fotorealista, nem volt hiperrealista festő. Ő, hogy erről akkor beszélgettünk, persze képi világában, megfogalmazásában nagyon-nagyon precíz volt, de ő neki a képi világában több volt. Ugye a fotorealizmus az, hogy kiválasztunk egy képrészletet, egy tájrészletet, egy épület, egy autórészletet, és milliméter pontossággal egy az egyben megfestjük, tökéletes fotó minőségben, már aki ilyet csinál, én sem tudok, sajnos ilyet meg sokszor nem is akarok, de ő abszolút nem ilyen volt. Ő mindig azt mondta, hogy az ő festményei akkor kezdi el igazából festeni, amikor más abban adja a festményt. Majd erről még nagyon sokat fogok beszélni, hogy sokkal jobban ilyen kicsit ilyen de nem szürreális, de mégis voltak benne ilyen szürreális elemek. Kicsit ilyen rejtélyes tények, enigmatikus dolgok, foltok, elfolyások. Ugye azt mondta, hogy például ennél a kéknél a megfestett szemüveg, ami kék, pont azért festettem egy sima szemüvegben megfestem ugye ezt a hölgyet, akkor ez mint egy portré olyan lett, hogy ő nem akart egy portré festeni, nem akarta, hogy egy hölgyem a portré legyen a képben, ezért egyszerűen elrontotta a képet. Ugye nagyon sok esetben lehet majd látni, hogy lehagy kezeket, lábakat, letes szemeket, száját, az, hogy egy kicsit átdolgozza, túldolgolja az, ami benne van a modellban. Ez azt mondta, hogy még arra se törekedett soha, hogy hasonlítson a modellre. Hát hasonlított persze, nagyon jó festő volt, de azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy megfesti a modellt és elviszik Los Angelesbe, senki nem fog érdekelni, hogy ez a hölgy most Los Angelesbe úgy néz ki, mint ahogy ő festette. Ő azt mondta, hogy maga a festmény meg kell festménynek lenni, tökéletesnek lenni. És azok a kartondobozok, ezek a háttereknek a térbeli bonyolultsága, az, ami igazán őt izgatta, hogy mindig valami olyan dolgok legyenek a
ki olyan felsőbb megoldások, hogy nagyobb bonyolultan, nagyobb komplexivé, nagyon precíz is teszi a képet. Ezt láttuk Barcelonában is, igaz? Igen. Hát egy jó sötét kép, úgy mehetünk is. Bizonyos képi elemei visszajönnek. Elképesztő élőben. A befestett szemüveg, nem csak a fekete hölgyön volt, hanem a másik modelle. Sok esetben barátnői modellek, meg érzünk, kik ezek ilyen profi modellek. Azt mondtam, nem. A barátnőjei, a házvezetődőjét nem tudom hányszor megfestette. Önmagát 25 éve keresztül kényelemből festette, meg azt mondta, hogy mindig ott van. Csak egy idő után aztán olyan szélsőség, majd ezt külön beszélünk még erről is, olyan szélsőségig ment a saját testébe, a teste által, hogy már majdnem, hogy elriasztotta még a galériásokat is. Hogy itt is ez megint egy másik kép, másik modell, ugye, hogy ugyanaz a dolog jön vissza ez a befestett szemüveg. És a dolog, még kicsit illetve vissza, a dolognak az érdekessége, hogy a befestett szemüveg valóban befestette a szemüveget. Úgyhogy nem úgy festette, hogy lefestette a szemüveget és ráfestette a festéket, lefestette a szemüveget színes festékkel, és már úgy foszkózta le a modellt, ugye, hogy a lefestett szemüveg volt rajta. Nagyon érdekesek ezek a... Na ezek voltak a pici méretű, általában ilyen, volt nagy is, de ilyen 1 méter meg 30 centi között, ilyen csendélet tanulmányok, illetve különböző tárgyak, amiket összerakott, bődületesen szépek voltak. Olyan színharmóniákat rakott össze, ha valakinek van egy ilyen, megnézhet, de YouTube-on van egy 2x15 perces kis videó vele, ahol elmondja egy ilyen képről, hogy hogyan festőt, hogyan építik fel a képet. Nagyon sok minden mesél róla, úgyhogy nagyon érdekes az is technikailag. Majd én egy másik képén külön arról is megint mesélni fog, de én rájöttem, hogy ezek a kisméretű képek, ezek egy pici-pici előtanulmányok, mindig egy nagy kép meg a részletéhez. Mindig valahol egy kísérletezett egy fal részlettel, egy nyillal, egy elfolyással, mert majd elmondom, hogy mikor kerültek le ezek a színes dolgok. Majd egy picit álljunk meg. Majd Sándor Fűtő Sándorfi. Sándorfi festményei főképpen a 70-es évek után arról is meg lehet ismerni, hogy soha egyetlen egy festményt nem írt alá. És én kérdeztem tőle, hogy hát miért nem írja alá? És akkor mondta, hogy de minek? Hát mondom, hát hogyha hamis így, hát csak mosolyogott, hogy hát próba szerencse, meg lehet próbálni, lehetetlen. Úgyhogy aki már látta a Sándorfi képet, olyan technikai, bravúros tudása volt neki, olyan eszméletlen dolgokra volt képes, olyan specialitásokat tudott, hogy hátul aláért minden képet, de nem aláért, ott volt rajta a neve, a címe, mikor készült minden a képnek, de soha eredetiben nem kellett aláírni a képet neki. És olyan érdekes, hogy ugye nagyon sok képestek nők vannak. És ezeket is így kérdeztem tőle, hogy ezt mikor megfestette a női alkotókat, hogy akkor festette le ezeket a festékfoltokat? És mondta, nem, ő összefestette a nőket. Úgyhogy ő előre úgy fokozta le, hogy még véletlenül se kelljen kitalálni, hogy egy mély ágényban lévő kéknek a tónusa, vagy a fehérnek úgy a teszünkbe lévő tónusa, vagy amikor a kis órák megjelennek a fehérben, vagy az ágényban, ő ezt látni szerette volna. És azt a precizitással csak úgy tudott festeni, hogyha már ugye látta a dián, hogy minek, mi a színe. És természetesen az nem azt jelenti, hogy nem gondolta tovább, hogy ezek a befolyások, szélfolyások, átfolyások nem úgy festette le a modell, hogy forgott, tetőtő talpiból a felsépésű közben fotózatta. Nem. Ezeket behúzta, és ezeket viszont tovább gondolta. Majd szintén még, amikor a pici technikai részét érkezünk, hogy akkor fogunk erről beszélni, hogy ez micsoda bődületesen nehéz technika, mert milyen nehéz ilyet csinálni. Megint? Hát ugyanabban a festményről, én általában, amikor elmentem a műtermébe vagy kiállításra, nem is sokszor a komplex képet fotóztam, mert a hülye, néha csúnyán beszélek, de bocsánat, a hülye festő nem a kész képérnek soha. A múzeumban arról lehet felismerni a festőt, hogy 2 centiméterről lenyalja a festéket. Mindig így nézi, hogy hogy készül. A művélvező leül a 5 méterre kényelmesen a fotelba, nézi a képet, aki valaha festett, hogy centiméterről végigszkenneli a képet. És engem is mindig ez érdekelt, hogy hogyan a kezeket, a hajakat, mit használ, hogy használta, ezért fotózgattam. Tovább. Hát egy picit itt egészben lehet látni, nem csak a hátát. És amiben ő azt mondom, hogy technikailag, amit tudok, ő 5 ember van a világon, amit tudta. Tudja ezt, amit ő csinál. Majd elmondom, hogy miért.
De a másik, hogy azokat a térbeli játékokat, mert ezek az elfolyások, befolyásolják, nem csak egy sima hátat festett, vagy egy hátatot festett, hanem ezek az elfolyásokkal, ezek egy olyan térbeli játékokat indított el, hogy némelyik képen majd fogok mutatni neki, hogy minden precíz, de szinte az absztrahálásnak a határa téri el, a bonyolultságának. És ezeket a dolgokat, amit mondtam, hogy ráhúzott egy ecsetfoltot, de ezek a 4-szer, 5-szer, 6-szor, 7-szer lazú réteget, tehát egymással. És a hatodik lazú réteg alatt még látszódik az első, vagy a második réteg, hát ahhoz bődületes tudás kell. Ahhoz, hogy plasztikával tegye, itt ahol lehet látni, nem olyan vastag festékek voltak, ezt ő mind bizony pici ecsettel utána úgy festette meg az árnyékkal, minden egyes festménye olyan volt, mint egy papírra, annyira sima volt. Nem volt plasztikus, nem volt rusztikus a festék. Ezek az elfolyások, mint a papírlapságú vászon, ugye belga vászonra teszett nagyon sima vászonra, csak azért tűnnek rusztikusnak, mert ő úgy festette meg, hogy minden térzetlenül. Nem szerette ezt, majd amikor a barcelonai kiállítás egy kicsit a barcelonai kiállítás egy végigfutott az életében, mert ezt 2007-ben rendezték, és volt egy pillanat, amikor volt egy ilyen korszak, ahogy különböző fotókat, nagyon régi fotókat ilyen montásszerűen összerakott. Sokszor összeleműzi vele meg, ő azt mondta, hogy nem akar, ő nem ideológiát festett, soha nem akarta a világot megváltani, nem akar ideológizálni a képeibe, ő festőjéről szeretett volna minden képet tenni. És ahhoz azt kell, hogy beleül egy hölgy a képbe, a fotószerű képbe, akkor beleül. Ha találtam a kezében, nem azért, mert egy festő úgy festette le, hanem azért, mert így tudta nagyon szépít lenni a képbe. A modellek. Ugye, amit mondtam, hogy mindig a barátok, barátnő, barátnőnek a barátnő, aki léptel jött, hogy azok a festette, ilyen szempontból nem törekedett arról szép embereket, vagy szép nőket festen. Majd lesz ez a kép a budapesti kiállításán, hogy ahol én voltam 2006-ban Párizsban, akkor volt félkész a kép, és Budapestre hozta el a teljes képet. Egy két hihetetlenül kövér hölgy van rajta, és majd meg lehet nézni, milyen gyönyörű egyébként. Úgyhogy itt is ezek a utolsó négyzetcentiméter. Mondjuk ez a kép, ez most többszörösére ki van nagyítva. Általában életnagyságban festette meg a figurákat, néhány esetben nagyobb volt ugye a lépték, de legtöbbször életnagyság. Most ez körülbelül a 2-3-szor nagyobb, mint a valós életnagyság. De el lehet képzelni, hogy ezek nem úgy kerültek a vászon, ezek a befolyások, behúzások, hogy ez csak ott van. Minden egyes kis revezés, kis parrészlet, kis elfolyás, hátok esnek, kis szívesét érdalakva, az azért került oda, mert ő oda festette. Ha 6 hónapig, akkor 6 hónapig festette a képet. Ha kellett mindenki, és lazúra felhúzta, ráfestett, belehúzott, kiegészítette, minden tudatosan van rajta. Az utolsó, behúzott, pici-pici hajkincsig semmi nem véletlenül van. Hát ez egész a kép, ugye egész még bonyolultabb. Maga, ha a lépképekben nézzük, ez nagyobb egy olyan 1.70-es, 1.80-as kép volt, ugye? Csak hát itt lehet látni a térbeli játékokat, a behúzásokat, egy felület, még egy felület, alsó felület, ül valami, de mégse ül semmi, úgy ül valami, hogy nem ül semmi. Rajta egy sestés voltom, meg egy fényem. Sok esetben csak, ugye ilyenkor látjuk, olyan egyszerű, hogy hát ez sötétebb, ez meg világosabb. Hoppá, de a világosabb a sötétebben ül, van közben 30 tónus. Emberek, hát ez nem véletlenül, mert nem gyerekjáték, amit van. És innen még ide elér, hogy rád a fényre, próbálj valaki egyszer ilyet csinálni. Hát ezt nem nehéz. Hát még a legapróbb dolgokra. Ugye ez már meg fog jelenni egy nagyméretű festményénél, nem tudom, nem beszéltem róla. A dolg érdekesség, hogy gyanítom, hogy ezért festette meg a kis csendélete, hogy itt kísérletezte ki azt a kis tollat, amit egyébként majd ő egy nagy komplex alkotáson megfestett, és ő ezt megcsinálta ugye pár nap alatt, az ő technikájával, de hogy mégis egy apró pici kísérletet tegyen. Itt még közelebbről, hát amikor eredetiben nézi az ember a képét, felfoghatatlan, hogy hogyan tud a dolgokat megcsinálni. Mert annyira térve van, annyira színhelyes, meg annyira anyaghűséggel festett, hogy ugye ez most nem tudom hányszorosára, lehet, hogy százszorosára van ez a kép kirányítva. Ez a kis fülpiszkáló, ilyen a képen, ez a vége, amikor közelül nézze az ember, még ez a kicsi, pici bolygók is, amik rajta van a fülpiszkáló végén, hát őrületes türelemmel kell egy ilyet megcsinálni.
ez a kép csak azért fotóztam meg, hogy senki nem tudta rendesen megnézni, mert a galéria kirakatában volt éve, de azért volt a galéria kirakatában, mert éjjel-nappal ugye ki volt világítva a galéria, és valószínűleg sokkal, de sokkal több ember látni ezt a képet, mint a belugják, ugye valamelyik oldalsó fal. Úgyhogy ha mentünk, akkor nem tudtuk megnézni, nem tudtuk az üveg meg a kép közé befélni, de egyébként kívülről mindenki látta. Hát itt is megint ezek az eszmékre részletek. És komolyan, ha vala lesz lehetőség valahol egy Sándorfi kiállítást megnézni, semmit, de semmit nem mond igazából a fotó. Eltűnik a plasztika, a mélység, a színhelyesség, a fotó mindig buti, mindig sematizál, nem lehet érezni azokat a mélységeket, ami egy ilyen eredeti képre látszik. És amit mondtam, hogy azt mondtam, hogy csak ajtó, ablak, meg festékrefedésekből van 2000 diája, na hát itt van. Úgyhogy amikor még nagyméretű képen is fölrassza a fő figurákat, ugye, még arra is mérhetetlenül figyel, hogy a legapróbb részletek is, a legis legapróbb részletek is, a házteret, a középteret megkösebb. Itt már jön az enigmatikus dolog, itt már jön az, hogy ugye ellop valamit a képből, hiányzik a karja neki, és mégis az egész kép nem zavarod. Ez megint ugyanaz a szépülő részlet. Itt szintén a fényekről tudnék beszélni, hogy ahogy irányította a fény. Ugye Rembrandtról mondták azt, majd ugye utána, hogy jön Gulyás Laci, akkor ő biztos, ő el tudja mondani, hogy hát Rembrandt... Akkor nem tudja majd tartani a Rembrandt előadást. Hogy? Nem, de jön az. Jó, hogy csak hát Laci mondta, hogy nem szeret beszélni, úgyhogy meghallgatja majd Tamás ráadását, és kiegészíti, hogy megyünk a műtermében egy kis szakmai beszélgetésre. Hogyan a dolog így, csak akkor pár mondat Rembrandtról, imádom én is Rembrandtot, hogy művészet történet legnagyobb alapjai, attól lettek legnagyobbak, hogy valami olyan találtak, mint előtte soha. Caravaggio az irányított fény, Rembrandtnál belső fény. Szóval, hogy eredetiben nézünk egy Rembrandtot, csúnya szóval lebutítva, olyan, mint hogyha egy lámpa volna, és az világít meg egy szobát, de ez az embernek a belső fénye mindig, ami adja a fény, és hihetetlenül tudja Rembrandt irányítani a fényeket. Sándor ilyen szempontból, ugye ezt a tudást, mivel ismerte volna, ismerte volna, rendkívül jól tudta ugye ezeket a belső fényeket, a fényeket irányítani. Hát, mindig részletek, ja, kérdeztem tőle, azt mondta, hogy semmi jelentősége. Én olyan, ezek a próbavabban, mert nem tudom, mik voltak a képek, ott, hogy ők nem érdekli. Ők nem az érdek, nem az ideológiai érdekli, a festmény érdekli. Minden festmény addig érdekli, ameddig technikailag, meg egyáltalán fizikailag megvalósítható. Ott van, hogy készen van, megy, ahol akar, vegyék meg, hogy nem vegyék, tovább nem érdekelte a dolog. Ő nem akart, ő nem az a festő volt, aki azt mondta, hogy képi üzeneteket küldök a világba, és akkor majd ezek a képi üzenetek megváltozik. Nem, semmi, ő egy festő volt. Ő igaz, hogy egy egyszerű festő vagyok, aki imád festeni napi 16 órában. Napi 16 órában így festett, de olyan nagyon szerűséggel festett, hogy nála a pléd az pléd, a törülköző, mindenről mérhetetlen precizitással lehet érezni. Vannak, amikor szétszedi a modelleket, egy modellba festi meg, ugye ugyanazokat. Valószínűleg azért, mert azt mondta, hogy egy modell olyan 200-250 fotót csinál. És ezeket a fotókat ugye több állításnál is felhasználta. Főképpen akkor, amikor nem akart újra fotózni, meg nem akart új modelleket, akkor inkább egy kicsit összemontírozta össze valahogy a képeket, megint itt a részleteivel. Mehetünk. Szintén részletek, fejekről. Mehetünk. Ugyanazok, ugye ez mindig más kép, csak ez ugyan kettővel vissza. Hogy ez a modell, ugye látszik, hogy ugyanint ez a modell, ugye. Csak itt levetett a szemüveget vele, festett róla egy másik képet. Ez megint egy másik festmény, csak ugyanaz a modell. Szintén. Ez a kék szemüveg is ott volt a Barcelona kiállításon. Ott, mert ugye a Barcelona az egy életmű kiállítás volt. Itt egy pillanatra visszaugrunk, ez egy régebbi kép volt. Ha eredetiben az ember lát ezeket a képeket, ő már minden az volt, ami felső anyagszerűen hajérzete volt, a szövetnek szöveti érzete, de azon belül is ugye, amit mondtam, a puhasága a szöveteknek, őrületes, és amit mondtam, nem tökéletes őket festett meg, mindenféle ragyával, bagyóval, ami megjelenik egy emberi testen, ő már ugyanaz megjelen. Sokszor egész durva módon, ő ezt nem szoborszerű testeket festett, valódi testeket festett.
Hát az jövőben valami eszméletlen szépen. Ugye ez megint az, amit akkor hátatok készül annak a részletének, hogy hát akkor ott a szabad idő van, hogy nézegetem, meg azért az a jó a fotóban, hogy jól megnézünk két órát egy kiállítást, de azért az agy szeret úgy törülni különböző dolgokat. De ilyenkor akkor visszatérjük, hogy 2006-ból 13 évvel ezelőtt, és hogy hogyan volt egy könyv megfeste, milyen színeket használt meg egyáltalán, hogy volt az, hogy félig ugye egy kicsit belehúzik az emberi testbe, ahol ő, hogy ez homok, nem homok, falrészlet, mintűn, ez sima, de mégis plasztikus, hát bizonyos részleteken órák ugye lehetne csodálkozni. Még a színek jövőn is beszéltünk, ugye? Egyébként ez volt utolsó? Akkor most a dolog érdekesség, hogy ez volt ugye 2006 szeptemberében, és akkor itt volt úgy, hogy a műtenőről találkoztunk Párizsban, mondta nekem, hogy az nagy hír van, élet első kiállítása Magyarországon fog következni. Ugyanezt az anyagot egy kicsit kibővítve, kicsit átpofozva, mint ami most Párizsban volt, de fogja hozni Budapestre. És nagy öröm, visszatért, azt mondta, hogy ugye 56-ban mentünk 2006, 50 év után tért vissza. 50 évnek kellett eltenni, hogy Sándorfi kép, ugye, úgyhogy körbeutazta 25-ször a világot, hogy eljusson Budapestre. Akkor nálam voltam, 2006-ban meséltem, hogy ott volt a Santa Fe galériás, egy helyen ültünk, és ugye felajánlottak a galériás, hogy természetesen minden költségét fizeti, nagyon szép nagy galériában csinálják kiállítást, és körülbelül 3,5 másodpercet gondolkodott rajta, és azt mondta, hogy nem szeretne Santa Fe-ba kiállítani, ő neki nagy álmom, hogy Budapesten állítson ki, hogy Budapesten szeretne, megköszönte a galériásnak, hogy nem akar menni a Amerikába kiállítani. És így volt az, hogy 2006-ban, hát ott már Malvics ott volt, még egészen picike volt, ugye amikor elvittem őt a kiállításra, hogy a Falkisa utcában lévő Maklári galériában ott volt. És néhány volt, ugye, hogy itt van. Hát hihetetlen sokan voltunk, hogy akkor már egyre népszerűbb lett, meg egyre többen ismerték. 16 képet hozott, mind a 16 képet megvásárolták egyébként a galériában, több mint 100 millió forintot kapott a 16 képre, azt mondta, hogy ilyen egyik legsikeresebb kiállítása volt. Két szinten voltak a képek, most két pillanatban megállsz. Hát eszméletlen sokan voltak, nem fértünk be a galériába. Volt olyan valaki, aki látott eredetben, sem tudok, hogy kérdődik, nem még senki. Hogy, hát már győzőjéken kívül, hogy nem fértünk be, höbbőgtek az emberek a Falkisa után, van lehet bejönni, térdéstávok, minden. Egy óriási siker volt. Hát ő is nagyon klassz volt, meg nagyon boldog volt, nagyon sok helyen volt kiállítása. Nagyon érdekes, hogy 6 éves koráig élt ugye durván Magyarországon. 52 évig nem. És ő mindig azt mondta, hogy 52 év alatt, vagy 50 évet élt Franciaországban, nem tudott francia lenni. Úgyhogy mivel valószínű, hogy a gyerekkornak ekkora hatása van egész életünkre, ugye főképpen a kisgyerekkornak, neki az a 6 év, amúgy is 4 év a Hortobágyon, valami olyan csodálatos élményekkel ruháztat őt, hogy ő mindig magyarnak hallotta magát, sőt, igaz, hogy katalógusom több helyen egy ilyen van, meg hivatalosan ugye Franciaország valószínűleg úgy hívták, ő kifejezetten haragudott érte, ha azt mondta, hogy egy ilyen, ő azt mondta, hogy István. István. Szívesett ő, István hívják. Úgyhogy nagyon sokan, akik 50 évig kint élnének, valószínűleg már csak azért is, hogy ő külföldön jöttek kiállni, mindennek kiállítva, hogy egy ilyen Sándor, de ő nem. Úgyhogy ő megtartotta részes orvákat, télórákat. Pár gondolatot beszélgettünk. Hát itt beszéltük meg, most elmondom, hogy utána jött egyébként, rá pár hónapra a Kempinski-be találkoztunk, előtte is találkoztunk, hogy akkor készült neki a nagy életnap, amit a Maklári csinál, és én úgy volt, hogy veszek egy Sándorfi képet, mert akkor 2006-ban kint voltam a műtelmében, erre a legislegvégén fogok visszatérni, de volt egy kép a műteremnek a sarkában, nem nagy volt, egy 60 centis kép. Hát én attól teljesen el voltam állóva, ő pedig azt mondta, neki nem tetszik. Még az átlagadja festeni, idegesíti, nem jó, pedig van be volt keletezve, és így akkor találkoztunk a Kempinski-be, én mondtam neki, hogy nagyon szívesen megvásárolnám ezt a képet, hát azt mondjuk, hogy Sándorfi kép azért nem nagy dolog. De én bizonylag egy ilyen tisztességesebb összegé azt mondta, hogy vigyem el, hogy az nagyon baráti, egy ilyen 3000 euró környékén megkaptam volna azt a képet tőle.
De abban maradt, mivel egy nagyon jó barátom viszont vett tőle volna, levett volna tőle 16 millió forintén, aki megmutatom melyiket, hogy ez volt ugye novemberben, és májusban, áprilisban lesz a nagy kiállítás a modernben, és májusban kiutazunk Párizsba, és meg én is elhozom a kisképet, barátom a Lumennek, hogy hozzuk a nagyképet, és akkor ott fogunk az ütlenébe találkozni neki. De ugye ezt már a betegségét a hal megkívülsít. Így nem lett Sándor kiképem, se nekem, se a barátomnak, és igazából nem tudtuk, hogy ez a 2006, nem itt a kiállításon, meg talán 2007. januárjában találkoztunk utoljára, hogy azok az utolsók a személyesen tudtunk találkozni, ugye? Mert olyan gyorsra folyású volt a betegséget. Na hát itt lehet látni, hogy ahogy mondtam, hogy ami más kisméretű képeknél megjelenik tanulmány, itt már valami ellenség jelenik meg. Tényleg, ezt a képet akartam valaki megjelenik. 16 millió forintból tegesnek. Hát így tudtam szépen lefotózni, az, ami Párizsban még a kirakatból. Kép, hogy ide elhoztam. Ugye a kisebb gondolta, hogy ezek a képek mind elkeltek. Budapesti gyűjtők belül vették meg, illetve majd Budapesten vették meg, külföldi gyűjtők meg. Volt, hogy mondom, ami most itt a Olcsival együtt vagyunk rajta. Hát én ettől a csendéletől érdekesen elhozott egy ilyen 80 valahányból készült csendéletet. Nagyon-nagyon sok fotót csináltam róla, de én még ennyire délbe festőt nem láttam. Igazán nem adja vissza a fotó. Annyira plasztikusan kint volt a deszka, bent volt, előtér, középtér, háttér, és a eszméletlen volt a dolog, hogy látszik, hogy ez még nem az a festészeti stílus volt, hogy mérhetetlen, apró, pici, ecsetekkel, precizitással festett. Azt mondta, hogy ebben az időben körülbelül 20-30 éven keresztül 4-5 nap alatt megfestett egy másfél-két méteres képet. 4-5 nap alatt. Jó napi 16 órában, de akkor sokkal nagyobb esetvonásokkal, nagy foltokkal, nagy felületekkel, csak hihetetlen érzékkel, ugye? De már akkor indultak be itt neki 80-as évek közepén bizonyos színes tárgyakat, mert majd mutatni fogom a következő ilyen asztiáltestet bemutatom, hogy akkor még három színnel festett majdnem 20 éven keresztül. Na ezt láttam én a műtermében neki. 2006. szeptemberében, amikor kint voltunk, ez volt egy kész kép, aztán készen azt a Budapestre, az egész kép, majd a festészeti stílusról beszélni fog monokróm volt. Úgyhogy még ez a kép, amikor én láttam, hogy sötét szürke kép volt. És én azt hittem, hogy ez majd egy ilyen valami nagyon sötét, ilyen nagyon depressziós hangulatú kép lesz, és hát akkor, amivel látlazul, azt látni még, hogy rosszul lazul réteget teljesen feltöltött a színnel. Hát ugyanaz a modell, akinek a hátát láttuk, ugye ezzel a nagy örömít hajja, lesz aztán a föld, egy másik földön, amit mondott, hogy igazán nem is szeret szép műtet festeni, mert akkor a szép műt nézzük a képen, ő mindig azt mondta. Ha egy gyönyörű nőt megfestesz, egy gyönyörű aktor, akkor mindenki egy gyönyörű nőt fogja nézni a képen. De ha egy gyönyörű festményt csinálsz, ugye, akkor mindig a festményt fogják nézni a képen, hogy mitől szép a festmény. Hát ez egy nagyon legendás kép, hogy máig Budapesten van, úgy tudom, ugye majd egészben lesznek föl, kutyák vannak rajta, és a kutyák mindenféle palettát, mindenféle dolgot nekitámasztva. Na ez már, erre mondtam, hogy maga a kutya a kutya léptékben volt megfestve, ez ugye ekkora feje volt, csak így írtózatos nagyban van ugye nagy felbontásban kinagyítva, hogy olyan hihetetlen részletgazdasággal volt megfestve, hogy az ember, meg utolom, el se tudja képzelni egyszerűen, hogy akár munkaórában, akár technikai kutyákban hogyan tudta megvalósítani. Ez egy normál, ilyen kutyafej durván, amit mondjuk 50-szeres tanításban megcsinálva, csak azért, hogy annyira magabiztosan tudott festeni, hogy már a kéznek a mozdulataival, a dinamikájával rakta fel a szőrzetnek a dinamikáját, ugye a régi klasszikus flamandok festeztek, ugye fölteszi az imprimatúrát, és akkor az első lazú rétege, még csak ugye a hátra vékonyan föl, szinte az alapra rakja föl aztán a tónusokat, és magyarán ott, ahol a legfontosabb a szem, meg az orrnak, ugye ott ezek a becsillogásai, hogy jobbálózza ugye a legnagyobb figyelmet, de még hogy egy orr, mondani is belül ugye a tükröződésig, a kékek, az ibolyák, a fandálybarnák, a sötét színek, hogy hihetetlen milyen gyönyörű színhelyessége van megfestőnek. Hát ez nem a festmény része, ez a Timár Tündinek, a feje, meg annak már az is lehetne, csak hogy ő nézte a
képet, csak ugye sokszor azért szeretem lefotózni, hogy lehet egy picit látni a léptékeket, hogy milyen képről van szó. Hogy az, amit előbb nézünk, kirsúzatos nagyban, az a kutya fej, hát itt nem lehet látni, ugye? Ez volt ugye méter, egy méter húzva finomítva. De a apró pici kis kövek, kavicsok, forszem, minden a képen hihetetlen precizitással megcsinálom. Még amikor én szerintem úgy csináltam, hogy a kutyának a lábát belefolyik mondjuk a festékbe, de hogy volt olyan a kutyának a talpa, valamelyik talpa festékös volt, garantálom, hogy belenyomta a kutya talpát a festékbe, mielőtt ő ezt lefotózta, hogy meg tudja festeni. Hát itt egy kisebb csendéleté, amit meséltem, ez viszont a mérete nem olyan nagyok voltak. Hát ezek a nagyobb méretük, látszik, hogy ez a tudal alapos, ez egy ilyen két méteres kép, az egy metrás. Itt is csak a, ez megint a léptékek, meg az arányok, hogy ugye milyen nagy. Nagyon arra, ahogy mondtam, hogy majdnem ugyanaz volt a kiállítási anyagnak a témája, mint ami parázisban volt. Hát ez nem fog már, tudom, tényleg százszorosára felmondítva, és az a döbbenet, hogy százszorosára felmondítva is jó a kép, akkor hát el tudják képzelni, hogy milyen lehetett mondjuk ez egy 30 centis kis képe, hogy milyen gyönyörűen fog megcsinálni. Akkor látjuk még a bázsi, hogy megint részletek, ugye. Ugyanaz, hogy gyümölcsök vannak, ez mégis egy másik festmény. Képrészletek, mert egy pillanat rájuk meg. Mikor én itt voltam meg 2001-ben legelőször Párizsban, ugye, akkor adott egy nagy könyvet, egy nagy egyik nagy könyvet, és abban láttam ezt a ezt a kislányt, nem is port, ez egy teljes alapban ezt a teljesen, ez egy képmételés festmény. És amikor néztem a könyvbe, hát ez a mögben elszületlen. Így hajat festeni, így térbe pakolni, majd lehet látni az egészet, a tekintettől, a mozdulati, a testbeszéd, minden, ami rajta volt, bődületes volt, és olyan szerencsém volt, hogy kiderült, hogy ez a kép Amerikában van, és a kiállításra jött vissza Amerikából, és úgy került ugye be a budapesti kiállítási nemében. Ugye ez egy régebbi festménye volt, de egy eszméletlenül gyönyörű. Hihetetlenül szép. Hát itt, ami esélyetlen, hogy ugye a hölgyekről, hogy először sötét, majdnem zűrték, majdnem egész sötét, fekete tónusú alappal volt megfestve, és arra vitte fel a fényeket. Megnéz részleteibe. Csinált olyanokat nagyon sok esetben, hogy ugye, látjuk így a szürke hajszálak, majd lesz még olyan fotó is, hogy bizonyos részletekkel nem csak azt foglalkozott, egyszerűen ceruzával behúzta az olajfestménybe. De az igazság, hogy mi, vagy én, most már önök is ezt megnézzük, így feltűnő. Az eredeti festményen soha senki meg nem kérdőjelezhet egy ceruzanyomban. Ha volt, amikor egy hajtincs bejött végig, és nem akart mondjuk valami egy kis vékony esetre a glazúrozgató behúzott hajtincset, fogta és egy mozdulattal behúzott ceruzával egy tincset. És sok esetben ezt úgy csinálta egyébként. És akkor itt még pillanatban visszamenem, hogy attól ami rendben él, ami mondtam, hogy a szemölcsök, a kis anyajegyek, úgy rajta van a testen, nem plasztik testek vannak, igazi testek megfestve. Ugye ez az előbb, amit mondtam, nagyon szép volt, amit még viszonylag gyorsan festett meg, és nagyon színhelyesen mehetünk. Részek. Itt is voltak, amit világítottak szinte, bizonyos tárgyak a képen. Ami a képen egy, ez az asztal részlet egy 20 centi, még itt kinagyítva is, hogy eszméletlen, gyönyörűséges, tónusok, de minden a helyén, minden megtudni. Ez ugyanaz a képből, amit előbb látunk, hogy ráhajolt egyik a másikra, ugye, csak itt egy teljesen más beállításában. Ezt is láttam az eredeti képét, ugye nekem, amikor voltam a műtermében, ez már akkor is készen volt, csak nem volt kiállítva a párizsi kiállításra. Mert nagyon-nagyon szép kép volt. És ezt, amikor most két hölgy egymásra fekszik, és akkor néz, akkor mindenki belegondol valamit. Két hölgy, hogy lezzük, nem lezzük, hogy így. De ebben a képben senki nem gondolja bele, meg olyan dolgok eltünteti a száját, lelazulozza, összeolvadnak testek a festékek által, hogy valóban ez nem fotorealizmus, ez a túlmegy azon, mert teljesen más technikai megoldásai vannak neki. Egy fotó nincs ilyen. Tehát itt megint visszatérve a kutyának. Ezek a nagyon pici, apró, pici lazúr elfolyások, amit ő megint nem kutya lesz, meg egy kutyaszülőn nem folyik így a festmény, ettől lesz festmény a festmény, ugye, hogy ezeket a nagyon-nagyon-nagyon puha
kicsi, ötletszerű vagy véletlenszerű sok esetben megoldásokat kicsomolja, és mint hogyha összelemre festarulja a szőre, kicsi beleparcolások, de ez egy hatalmas méretű kép, meg egy pici-pici részlete. Vagy megint, jövőt itt lehet látni, és egy mozdulattal a celluzával behúzva. De mivel ez most körülbelül 50-szer nagyobb, mint az eredeti képen ez a fej, az eredeti képen nem tűnik föl. De hogy beteszi az adóakfénynek, az egész képen alig van ilyen kobaltszerű kis kép. De hogy betette a szembe, hogy visszatükröződik, eskü az egész szem már él, meg tekintet a mondani. Annyira hátra vékony a testet, majd amikor én mindig a végére hivatkozom, hogy csak technikai dolgokon fogok érdekességeket mondani, hogy képes volt sok-sok réteget úgy egymásra vinni, hogy az alapnak a kulcsa látszik. Ugye egy monofóm alap volt, egy valami umbrának az alapja, és hogy az süt át a kinomazulat alap. Mégis érzetek meg. Hát megint ott a kis tol, meg az elfolyás, hogy ez ugyanaz a bőr. Ezt is látjuk, mert tudsz, hogy mi apró pici képzészetek. Hát itt van, amikor lefotóztam egy fejet, volt egy kiállításom, azt hiszem, hogy szép bontottam a fül, a szel, a száj, ott milyen megoldásokat használ. Maga az eredeti képen ez a normál léptékű fej volt, csak hogy milyen a tónusoknak, a finomságoknak a milyen tárházat tud alkalmazni, mert mi tovább, hogy a szájra lévő pici kibolyák, fények, vagy szinte egy nagyon mászerű kicsi lazmus, behúzod a kicsi árnyékokhoz, de hát ezzel tud egy ilyen eszméletlenül térre alakni a dolgokat. Ugye maga ez a gyerekkévő részlet volt a területi kockában. Ül a haj árnyékból, előbukkanó kis pincsek. Szintén ez a kicsi arra részlet, hogy ilyenek egy volt egy fogfénye is. Olyan precizitás volt a műteremben, hogy katalógusa volt neki, hogy a feltő negyedik sor balról a 30. CD-n, ott ablak részletek vannak. A következő CD-n ilyen részletek vannak, és ő neki volt egy festménybe szüksége, hogy a leghitelesebben meg tudjon festeni egy lepattogzott régi festéket, akkor előkeresett a CD-jét, előkeresett az ablak részletet, és annak alapján megköszönte a hitel minden nevét. Ugyanúgy a fal részletek. Minden icipici részlet, semmi nem úgy történik, hogy csak véletlenül ott van, minden térbe van rakva. Na itt tartsa egy pillanatban megállunk, hogy ha csak valaki egy ilyen részletet megpróbálna festeni, vagy hogy ezek tört színek, ezek nem sima tubus színek, nem is festett szinte tubus színekkel. Két, három, négy színekből festett tört színek, annak az átszűrődései, hogy micsoda kékek vannak, kékeknek, a szürkéknek az árnyalatai, hogy milyen varázslatosan építi föl, míg elérkezik egy semleges szürkés zónából, szinte umrás zónából, egy világító fénykapu kékhez. Ez mind-mind apró részletek a képen. Ahogy megfesti a hajat, ahogy mondta, hogy akkor más készen van, én akkor kezdem el festeni a képet. Hát ezek mind rá kell festeni. Ezek mind egy fél-fél milliméterek, ezek az elcsordások. Pici foltok, de a foltok sem úgy vannak, hogy csak úgy ott vannak a foltok, követik a hajnak a dinamikáját, oda belehúzva ugye, világosabb, sötétebb, erre megy a haj ugye, hogy mindenre rettenetesen figyel, a legalsó, legkisebb részletek időképpen. Ha kellett olyan lánya, olyan humán teste, olyan finom átmenetekkel, hogy hát itt nem lehet mondani, szavakban nem lehet mondani. Ez volt. És akkor ez volt a budapesti kiállítás. Itt sokan vannak alkotók, úgyhogy szerintem, aki valahol balfesteket megesetett, azért pontosan tudja, hogy ezeket a pokrolt szerű részeket nagyon nehéz megfesteni, csak akár egy kézábrázolás, vagy egy fülábrázolás, vagy ugye a tesszínek, tehát egy tényleg különleges. Igen. Most ugrunk, hát sajnos itt volt az, hogy én egy viszonylag csak egy pillanatig, mint érdekességként, hogy eddig volt az a kiállítás, ahol ott voltam, és találkoztam vele meg ilyet. És akkor
Hát ez ilyen váratlanul ért meg, ugye 2007 április 12-én volt a Modern Rock kiállítás, én 10-én e-mailt írtam neki, akkor találkozunk 12-én Debrecenben, és én abban a hídbe mentem el, hogy ott fogunk találkozni. És a megnyitó nem volt ott, kérdeztem a Kálmánt, hogy jön, vagy késik, vagy mikor van, és mondta, hogy nem is fog jönni. Akkor mondta, hogy még annyira nem publikus, de hogy előző nap derült ki neki, hogy nem súlyos betegsége van, és olyan gyorsan kell műteni, hogy már arra sincs idő, hogy el tudja jönni a megnyitóra. Úgyhogy mire Magyarországon megcsinálták még az életű kiállítását, ugye. Debrecenben van, gyönyörű hatalmas múzeumban, akkor mégis milyen a sors, ugye, 50 év után nem lehetett ott ezen a megnyitón, még nagyon-nagyon vártam, nagyon büszke volt rá. Ez a francia műgyűjtő, akinek mondtam, 150 festménye volt, ül egy olyan szerződést kötöttek, hogy életében háromszor kérheti vissza a festményt, Sándorfi. Egy még valamikor Dél-Franciaországban volt a 80-as években, ez volt a második, ahol visszakérte ugye Debrecenbe, hogy még egy lehetősége volt, aztán ami majd a barcelonai kiállítás lesz, ahol már ő azt érhette meg, ugye, ami 2014-ben volt. Itt megint egy picit, hát hogy tudom, hogy az általánosítás az nem szép dolog, de ilyenek vagyunk valahol sokszor mi magyarok, hogy elhoztak 76 darab képet neki 13 országból. 3,5 milliárd forint volt a biztosítási összeg a kiállításnak. El lehet képzelni, hogy Miami-tól kezdve Japánig, Marokkóig, Rómáig milyen összeg volt elszállítani, de egy ember nem volt, aki lemérte volna az egyik kép 2 méter, a következő 1,70, összeadja, hogy mennyi fér két jó múzeumban. 76-ot elhoztak és 51-et tudtak kirakni. Úgyhogy a többi 3 hónapon keresztül Debrecenben ott volt a raktárban. Úgyhogy mi szerintem még ezt sem tudták tisztességesen megcsinálni, hogy arra figyeljenek, hogy mennyi műalkotást fél a balra. Ez ugye akkor, mehetőjük, akkor egy újságban volt benne, ugye, hogy ilyen megérkezik a Sándorfi képek, és akkor bontották, csomagolták ki a képeket, és elő ilyen több fotó van. Hogy itt igazából van itt. Jó? Úgyhogy itt is a méreteket lehet látni majd, hogy óvatosan szedik ki, viszik a képeket. Mivel ez illető kiállítás volt, ugye ez az 50-valahány kép, ezért itt már a pályájának szinte minden szakaszából lehetett látni képeket. Azokat is, amiket már láttunk, de ugye volt azból a 20-25 évből, amikor még csak ő maga festette. Ugye ez a modern, ez a Debrecenben, aki már volt a múzeum. Hát, ez nem csak azért van, hogy még akkor milyen sötét folyam volt, hogy ezt bemutassam, hanem ugye a mindig a lépték miatt bőrületes, hogy milyen, én sem vagyok kicsi, tehát ezek a képek, ezek észbontóak volt a bőr méretében, ez is valami 3 méteres, egy pillanatra visszaadod azt, ennek az volt a cím, hogy a titánfehér föltámadása, sajnos a fotó nagyon elviszi, mert ez egy rendkívül sok fehér tónussal megfestett kép volt, ugye mindez ilyen titánfehérekkel volt megfestve, csak de nagyon plasztikában volt téve. Na, ezeken a képeken, ahogy Debrecenben volt, szinte majdnem minden képen ő lehet látni. Ez is ő. Én kérdeztem erről azok a kiállítások, hogy a testszíne változás, hogy mikor még vagyunk. Itt egy picit megállhatunk, hogy miért festett önmagát, hogy egy képviselőt, hogy nem szeretett könyörögni, modell után, hogy fényesebb volt semmi modellre. Azt mondta, hogy mindig magát festett, hogy annyiféle pozitúrában, annyiféle dolgokban megfestette, hogy egyre jobban haladt az abszurditás felé. Úgyhogy majd fogjuk látni, akkor egy ilyen 5 éves szerződése volt egy brüsszeli galériással, és akkor mondta, hogy már nem tudott annyira elhagyni, annyira morbid képeket festeni, hogy nevettek volna szinte meg, és akkor már elment egészen a határig. Már nem lehetett onnan tovább ugyelni, és hála Istennek akkor volt az, hogy a lányai elkezdtek tínédzser korúak lenni, elkezdte a tínédzser korúi, ez is a gyerekeim, a feleségeim, ez a család, hogy amikor már nagyobbak lettek, akkor kezd el színesedni, és akkor kezdenek a képei, hogy egyre szerepek lenni színben. Itt még 3 színnel festett 20 éven keresztül, a pirossal, a kékkel, a fehérrel, meg ezeknek a különböző tónus változataival. Ennek is volt oka, amivel nagyon gyorsan festett, ebben az időben a különböző háttereket még nem esettel festette meg, egyszerűen ezeket a nagyon nagy felületeket fölfújta, ugye?
akkor a technikát megmutatta oda, hogy jól lehet és tudja fúj, hogy bizonyos részéket szóltuk, bizonyos részéket nem nagyon. Ezért még majdnem azt mondom, hogy szinte szintiszta szürrealizmus, hogy ez a szétrobbanó, archiboldóféle, különböző gyümölcsök kijönnek a fejből, úgyhogy hát ez még a kísérletező korszak, azt hozzáteszünk, hogy ezt olyan 22-23 évesen festette, úgyhogy azért még itt eléggé pályán az előbb. De nem csak, hogy milyen szép múzeum volt, az megint Angi a lánya, ugye egy irtózatosnak képe, ezek a önarcképek, vagy önportrék, vagy saját testük, hogy ábrázol, hogy mindig hatalmas méretűket jött létre. Hát mindig Angi a lánya, ez a másik lány, az Éva, ami Amerikában él, csak azért tettem be, hogy itt a két lány a családról, úgy a két lány, mint itt a két lány a bicikorukban, meg a két lány a felnőtt korukban, ugye, és akkor ott állnak a kép előtt. Meg az élettársai voltunk fölül, meg akkor megjelent, ugye egy ilyen 20-valahány éves korában. Magyarán témájában nem sok témát festett ő, de azt hiszem, hogy a végtelenségi bonzolgatva, amilyen feszített, ugye ezek a fotóban, összemontázsolva, kicsit összeúszva felületek. Hát ez egy gyönyörű múzeum. Ha úgy olyan nagyméretű képek volt, ezt nem tudnak osztani, szorozni, összeadni, úgyhogy hát őtöltösen sajnáltuk, hogy milyen klassz lett volna látni ezt a 20-valahány képet is. Hát itt lehet látni méretében, óriási, aztán mindent kitalált olyan. Fejéhez kötötte a cipőt, a mindent, az ecsetet, mert ő azt mondta, hogy amit mindig nem ideológia, hanem őt a festés érdekli, a fények, a megoldások, a testeknek a különböző formulára, és ehhez ő pózokat keresett, különböző pózba, és világgyorsan megfestett. Ez egy ilyen képregényszerűen festett ezeket a 2-3 méteres képeket. De hát nagyon jó. Ha az ember látja ezeket eredetiben, igazából az, ami legelőször feltűnik, hogy maga a kép plastikus, mindennek nagyon szép mélysége van, de annyira simák a képek, hogy minden kép egy papír lap simaságúra van festve. Mintha nyomtatva lenne. Hogy? Mintha nyomtatva lenne. Mintha nyomtatva lenne, igen. Ez különböző... Ez a te festészetedben is jöttek, hogy a legelső kiállításodról voltam, az ecsetnyomokat kerestem, és nem volt. Hát nem volt, igen, igen. Jó, te nem veszünk őt? Igen, úrom? Igen. Nem, az nem szerintem nem tettem. De akkor még a... Nem tudom, de mert valahogy mondja. Nem is tök. Van még, meg a Amerikában jövő képét nem láttuk, igen, ott volt, és akkor csak kidobta a programba valamit. Ja, igen, ugye mehetünk ezek részeszek, ugye lehet látni, ugye, ahogy mondtam, a nagy fölöttek, hogy az egysettel megfestve, a nagy homogén fények, homályok azok, amik pontot foglalkozottak, úgyhogy ő ezzel nem sokat foglalkozott. De mivel valószínű, hogy nyitjuk a legegyszerűbben, ugye ezeket megoldani, ezeket a háttereket, ezért volt, hogy három színnel festettük még. Színvilága rendkívül redukált a színvilága. És itt kezdődnek, hogy azért tettem ezt a kép, hogy mindig ezek a csikarások, vérzőjén, ez mindig önmagával, és azt mondta, hogy amikor már elkezdte aztán a nőket festeni, már a női testekben már nem tudott belecsikarni, még beleégetni, muszáj volt egy kicsit puhában, finomabban festeni, ami aztán hozta meg az igazi amerikai sikert. Én mindig azt kerestem, hogy van-e a festészetnél neki festeni üzenete. De valószínűleg neked a kitény megoldásában volt az üzenete? Van is, igen. Az az igazság, hogy... Valójában nem a kép mondani valóját kell keresni, hanem a megoldásokat. Képen úgyhogy ha egyben megnézed a kiállítást, és egyben azt mondod, hogy az ő kép üzenete, hogy az utolsó 400 mm-ig ismerem a testet. Minden mozdulatát, minden porca, minden új pedig, minden. Az ő üzenete az volt, hogy ezek valahol testbeszédek, ezek ismert. Ha jól megnézik egyébként, egyetlen egy vidám kép nincs benne. Még a mosolygó emberek is, amiket 20 éven keresztül vicsorognak, nem mosolyognak. Ugye valahol nagyon depresszív képek ezek minden. Persze mind hordoz érzelmi üzenetet, de hogy ez mennyire volt neki kifejezően, hogy ezt akart a tudatos, vagy egyszerűen ez ömlött ki belőle, de ömlött a kép. Egyszerűen. Hát ez a, amit a Győző mondott, hogy mint a printerre van egy nyomtatott kijelni, hiába klasszikus festék minden, hártya vékonyan megfestve, eszméletlen precízen, de mégis nagyon finoman. Ugye van a picit a megállapot, úgynevezett gesztus festészet, amire most
iszonyú divatja van. Mindig a festészet mindig egy nagy hullámzás. Egyébként ő is mondta nekem, hogy olyan, mint a színút görögben, hogy amikor fölkapják ezt a realisztikus vonalat, nagyon népszerű volt a 70-es években, utána ez egy kicsit úgy túllő, kicsit úgy megunja, akkor mindig a yin-yang keresünk az ellenhatásokat, hogy jöttek a lírai abstrakt dolgok, akkor azt megmondjuk, hogy akkor minden nagyon non-figuratív, úgyhogy mindig hullámzik. Ha egy szerencsés pillanatban ebbe bakapcsolódsz, akkor lehet, hogy picit elrepít valahova, akkor sikeres vagy, akkor jön egy időszak, akkor a perce ugyanazt feste, meg egy jó festő, nem ugrás stílusú stílusa. Ugyanazt feste, hogy van 10 szűk élet, vagy 20, amikor kevésbé annyira népszerű. Most egyébként bármilyen hihetetlen ezek a realisztikus dolgok nem annyira népszerűek. Most a világban is, nekem a Bécsi Galériása mindig azt mondja, hogy leadó képeknek a 70%-a non-figuratív, meg absztrakt kép, amit elad külföldön. Hogyha megnézitek, hogy most megint ugye ez a Rejlő Judit, a Hantai féle, hónapról hónapra aukciós rekordokra döntőnek, meg 2-3-4 millió euró, ahol csak gesztusok vannak, ahol egy hatalmas vászorra festéket Hantai belenyomdossa így a rongyot a festékbe, és 25-ször felnyomja a vászorra, egy 5 méteres vászorra, gesztusokat tesz vele a képen. Ugye. Ezeket összetekeri, szétnyomja vastag festékkel, vagy eljújul itt macsétével fest, ugye, a 80 centis macsétére felviszi 8 kiló festékbe, és ameddig az ő gesztusa átéri, az ő mozdulata szétkeri a festéket. Ebből van ez a robbanás sorozat, aminek darabja most egy 801 millió euró. Ahhoz képest a Sándorfi kép semmi nincsen 150 ezer euróért. De most ez az egész világon, ez egy irtózatos ilyen erőteljes hatása van ezeknek a dolgoknak. A Gyürki Zsófi mesélte nekem, hogy jelentkezett valamelyik művészeti egyetemre, imádja ő is Sándorfit, ugye, elkezdett Sándorfiról beszélni, azt mondja, hogy még egy mondatot van kirúgják. Hát ma még itt tartunk ezek szerint, hogy egy művészeti egyetemre annyira nem szeretik ezt a festészeti stílust, ugye ezt a nagyon precíz, nagyon realisztikus dolgot, hogy valaki még ha beszél róla, még akkor is kirúgják. Hát ezek részletek. Én nagyon szeretek részletekbe elidőzni. Az a baj, hogy egy kiállításra soha nincs annyi idő, főképpen ha nagyon sok kép van, hogy mindent befogadjuk. Megtelik az agy, valahol a redőre húzva meg lehet nézni, de durva 1000 képet is. Nem tudja befogadni az agyunk. Szeretem inkább akkor utána vagy visszamenni a múzeumba, vagy részleteket lefotózni, és akkor később egy kicsit nézegetni, tanulmányozni, visszatérni, mindig újdonságokat tudok feltedezni rajta. Nagyon sokszor előszedem egyébként a dolgokat. Itt már, csak egy pillanatban megállom, hogy ez az érdekessége, hogy ugye a terem itt ezt nem érzékeljük annyira, de a modernben is, meg ezekben a nagy kiállításokban, életünk kiállításokban időrendi sorrendben voltak a képek, ugye a 20-as évektől egész a haláláig lehetett valami légy. És itt már elkezdenek színesedni a dolgok. Kérdeztem, hogy ez a sok narancs, és mondta, hogy semmi más, a narancs nem jelent, nincs napszimbólum, nincs semmi, majd aki akar mindent belemagyaráz, a narancs az egy szín a képe. Az egy olyan sárga, amit másképp nem tudjuk beletudni, de annyira fontos jelentősége van neki, hogy sok esetben ezek napják egyensúlyba. Meg hát maga a dolog itt van, ott van, ott van, amit mondok, hogy az egésznek a harmónia, amikor hogy egy abstrakt kép volna, hogy egy Mondrian kép volna, csak pöttyök vannak, vonalak, küszöksük, tudatosan fent van a keresztháló a képen, mint a két pecs volna rajta, semmi nem úgy van a képen rajta, mint hogy úgy akarna, hogy úgy legyen. Akkor van ilyen gyönyörű szimmetriája, harmóniája, térbeliségi a képnek, csak az a különbség, hogy itt realisztikus, plasztikusan mondja, megcsinálva. Minden az ami. Hát itt volt az, amikor már mondtam, hogy elmen, nem tudom, olyan spajta a polcon, halak, agyak, mézek, minden volt, úgyhogy már olyan, hogy láttam neki olyan képet, hogy ő a felső szintű, tök mesztelenül, bocsánat, egyszer a fütyibe jön lefelé, és saját magát már nem tudta, hogy megfesteni, úgy, hogy fütyi sem jött lefelé, úgy festett, hogy ilyen képei is voltak neki, mert annyira, de annyira nem érdekelt egy különösebben, tetszik, nem tetszik, ő ezt, ez jött ki ez a kép belőle. De ott is az a tökben megjelenik, de már ugye megjelennek a különböző színek, több szín is, mint a három szín. Olyan szimbólus megjelenik, hogy maga a tojás az érdekesség megjelenik. Hát ez a képen, hogy két méteres képen ennyi a életnagyság, hogy én fotózom le, van. Nem biztos, hogy ezen a képen van egy ilyen cicike. Csak a pici kép volt, nem tudom figyelem fel, csak olyan szép volt ott, ugye, hogy a háttéren ott a színei, a tojásnak a színei, ugyanazoknak a színeknek a harmóniája szalad végig a képen. Ugye a tojásra ráfestett szürke, ugyanazok a szürkék, amik oda vannak glazúrazva, ugye a alapszíneire. Hát ezek nem véletlenül, hogy szoktam mondani. Már ez
Ami még itt mind a mellett ugye, hogy igazából nem volt a korláta, hogy a figurát is festni, szerintem nagyon minden meg tud festeni, teljesen mindegy, hogy most 2, 3, 4, 10 alakon a képen, ugyanolyan magabiztossággal, ez viszont neked elvarázsol. Ezért láttam a műtermében ezeket a képeket, bármilyen hihetetlen, ezt is úgy csináltam, leszedte az üveget, hogy ő ragaszgatott semleges papírokat, mert semmit nem akart, hogy az legyen, ami. Ő nem boros, meg sörös üveg, vagy módszeres üveget akart festeni, vagy lenolajas üveget, ő egy tárgyat akart festeni, ami festője, össze van festve. Összefestette a dolgokat, és így csinál belőle egy műalkotást. De azok, ahogy ez meg van csinálva, meg színharmóniában összepasszol, amikor itt a sárgák megjelennek, a különböző dolgok, az oda-vissza üzengetnek egymásnak a foltok, meg a színek. Hát ettől annyira gyönyörű, szinte egy virágcsendélet maga a kép. És ezek voltak, ami aztán a legelső képe, amit kijutottak Amerikába. Ugye a Art Miami-ban csinált itt legelőször a Jane Cahan egy kiállítást. Az egyik Amerikában élő festő mesélte el, hogy ott volt ekkor az Art Miami-ban, és ez az Art Miami, ez egy óriási nagy művészeti vásáron, mondjuk 1000 festő kiállítnak, 300 galéria, óriási standon, ilyen 30-40 ezer, ugye a párizsi fiakot kb. 60 ezer nézik meg, ott irtózatos sok ember jön meg, aki ugye a képeket nézik. És általában mindenképült 3-4 ember volt, jöttek, mentek, és volt egy stand, amit nem lehetett látni az emberektől. Ott volt a stand, és így vette körbe az ember tömeg, és ő azért ment oda, hogy mi van ott, amit ennyien akarnak megnézni. És akkor oda ment, hát a Sándorfinek a képek voltak, és ezek a képek voltak, ugye neki ezek voltak ezek a kicsit fotomontázsos, élő alap voltak. Mint egy időgép. Hogy? Mint egy időgép. Igen, na ezt aztán elég sokszor a családjával is eljátszotta nekünk, hogy régi családi fotókat festett meg. Egy sörös nem jó a fotó, ez ebben a zsenialitása a képnek az volt, hogy itt egy házas párnak a fotója, ez egy sírszobor. Két oldalt ugye, ami sírokon van. Magyarán ott azért véget ért az élet, a sírszobor ugye szimbolizált, de mégis egy élő nő volt benne ott az egésznek a közepében valahogy, aki ott bent ül, de a lába úgy volt megfestve, hogy összeúszott a homokkal, a porral, ez málott lefelé, folyamatosan lehetett érzékelni, hogy az enyészeti ugye ez a szobor, meg valahol ugye az enyészeti az ember is a rajta volt, de ez egész ugye előttünk pörgött le volna, mint anya. Eszméletlen szép kép volt. Ez megint csak, hogy kell hajat festni, és ez valaki fest. Itt is megint képrészletek, különböző technikai megoldások, ugye. Ez ugyanaz a képből egy részlet, itt maga nő, hogy abban volt neki egy ilyen nagyon érdekes technikai sajátossága, hogy ugye bizonyos dolgokat megfestett frontálisan, ez azt jelenti, hogy annyira nem volt érve, ott volt, de mint egy fotó ott volt, fotónak érzékeltük. És bizonyos testrészeket annyira ki tudott emelni a képből, hogy komolyan mondom, majd a legvégén lesz a Budapest című képe, ez olyan, mint a kilókhoz meg lehetne fogni a kezét. Hogy mintha 20 centivel a kép előtt állt volna, vagy olyan érzékkel tudta ezeket a deleket megfesteni, előre kihozni, hogy olyan őrületes plasticizása volt a képnek, hogy szinte kézzel tapintható volt a kéz, amit jött belőle. Én nagyon szeretem ezeket a kicsi kis poénokat, hogy megint, hogy valami, nem két fekete hölgyet a portréját akarta megfesteni. Látszik az, hogy beöltöztette őket maskarába, ruhába. Azt mondta, hogy a ruhát, mert azért első, azok is mondanak valami. A ruha üzen egy por. Üzen egy valahol vagyunk, ugye milyen ruhában vagyunk. Azért van a legtöbbször lepelőnk, a lepel semleges. Színbe olyan a festő, amire akarja, de mégis ezek a kis csipeszek, a hajlások, hogy valami túl, valami képen túli hatása van, mint a festői hatása. Mert ezek a képek, amikor reszerződött ugye Amerikába, hirtelen nagyon keveset kezdett el festeni, van 5-6 képek évente, valószínű, hogy akkor már anyagilag azt csináltam, amit akart, megengedhettem. Olyan összegeket kapott, hogy ő most dolgozik egy képen egy évig, vagy fél évig, akkor sincs semmi gond. Azt mondta, hogy körülbelül átlagban 6 hónapig festett már akkor a képet, de akkor már olyan részletgazdasági jutott el, hogy anyagszerűségi, hogy na ez az, amit mondtam, hogy ha ma is 5 ember van a világon, aki ilyet tud, lehet, hogy sokat tud.
Nem mondja lehet, hogy előbb a részletet. Úgyhogy itt már valóban törülközünk a plén, a fürdőtöpeny, a fa, a fának az előzete, a vászon, mindjárt annyi ideje volt ezen dolgozni, meg ezeket megcsinálni, hogy hát ez a tényleg zsenializásnak használnak életben. Pici-pici két részletek. Nagyon figyelt egyébként, visszavolunk egy pillanat, nagyon figyelt így a kompozícióra. Ő mindig mondta, hogy a kompozíció, a kereszt kompozíció, hogy valami történik különlegesen, valami történik különlegesen. Általában a képeinek a 90%-án ezt a kereszt kompozíciót használja, mind azra a plusz, ugye, hogy ad neki egy térbeliséget, egy rálátást, ugye legtöbbször egy ilyen szembe frontális, tehát hogy nem fölülő látjuk, nem alulról, jobbról, balról, nem különböző nézőpontunk, legtöbbször mindig szembe látjuk a mutatókat. Tehát ez nagyon tudatosan fotózt ezeket is, meg állított a modelleket úgy tudod. Ez nagyon szeretett ezt a képet egyébként, mert nagyon nagy jó, hogy könyvének a politójára is ez került. Ez egy nagyon nagy, két és két méteres kép. És tényleg egy ilyen olyan érzésen megtesett. Ezek ott a modemben, ugye nem is tudom, talán 10-12 képet hoztak haza akkor neki Amerikából, az USA-ból, és mind magán tulajdonos kiesték vissza. Hát ez van pompás a kép. Hát, hogy gyönyörűen vannak megtestek. Ez volt utolsó? Na, akkor még csak oda elmegyünk, hogy van egy ilyen késsát. Ja, még a neon, akkor megyünk. Csak hogy az idő van a 6 óra. De a tárgyakán a kisfiam volt, ő volt az atyánk. Persze. Vacsom volt neki a... De ez nem akarom a végtelenség. Egyszer jártam úgy, hogy voltam Rómában, tartottam egy hangot, hogy Róma egy festőművész szemére. És 5 órakor kezdődött, és 8 óra 10-kor nagyon sokan volt, tele volt a terem. Hát valaki felállt kiment, és akkor a feleséget kiintegetett, hogy óra nézik az órára, és a 3 óra 10 percre beszéltem. Aztán nem volt valam, mert biztos annyi emberek ki kell volna menni pisíni, hogy legalább 10 perc pisíni. Én tudok 4 órát is folyamatosan, de azért, hogy megérkeztünk oda, egyébként már... Tartsunk egy születet, menni hagyni fel. Egyébként menni fél óra. Az átjövőjelzett. Akkor én csak egy pohár vizet kérek. Ha ne száradjunk ki már. Egy fél óra alatt a bubor is volt. Ja, én nem kérek, nem beszéltem. Köszönöm. Hát, akkor még egy fél óra türelem van, vagy ügyelem van, vagy esetleg unalmas. Én azt is hallottam, mert a harmadik unalmas is elmegy. Szóval eljutottunk oda, hogy hát ugye szegényben van, 2007. december 25-én karácsonykor, és mégpedig úgy, hogy elkezdett javulni az állapota, megműtötték ugye áprilisban, még az első műtéte volt mindenki, és akkor a tüdőben volt egy daganat, és akkor mondták neki, hogy nagyon szépen visszafejlődik, nem terjed, nem minden oké, vagy azt mondták ugye, hogy mégis el kellene távolítani, az volna az igazi, hogy csinálják meg neki, és az a terve volt egyébként, hogy az úrban műtét, mert minden rendben, akkor haza költözik, Magyarországon Budapestre költözik, nagyon szeretett volna hazajönni, és hát megműtötték karácsony előtt két nappal, és a szívenek hal, és mi azt szokták mondani, hogy egy festő, amikor befejezi az életművét, akkor egy kicsit lecsendesedik, eltelik egy 5-6 év, és igazából akkor keresi a helyét. Valóban a művészet történetben hol van az ő helye, hogy érte valamit, hogy érdekes volt, vagy nem volt érdekes, ez valóban így van. Sőt, tudjuk, hogy van, nem 5 év telik el, hanem jóval több, 50 is eltelhet, sőt, felmerült, tudjuk, hogy 160 évig senki nem tudta, hogy Fermer rétezik, ameddig egy francia művészet történész elmény látogatott ugye a régi múzeumban, és az egyik raktárában töltött ezt a Fermer képeket, és kiderült, hogy minden idők egyik majdnem legjobb festője el van bukva. De egy picit ugyanez a Sándor történet van, hogy ugye
akármilyen stílusába is, meg valahol Sándorki elvennek úgymond leszármazott a festői technikába, vagy festőségbe, minden szempontból. A dolog érdekessége, hogy Vermeer életében annyira népszerű volt, hogy a képeinek összes képe magántulajdonban volt. És mivel magántulajdonban kerültek a képek, ez lakásokon voltak, különböző helyeken, soha nem voltak nagy kiállításokon, soha nem tudták égbe látni, nem is volt sok, meg 30-valahány volt, ugye. És akkor így Vermeer eltűnt a köztudatból. És a Sándorfi kicsit is olyan, hogy annyira népszerű volt egész életében, hogy szétszóródott az életünkre. Egy teljes világon terítve van, nagyon nehéz összeszedni, de nem csak nem lehet, nagyon nehéz egybe kezelni. Van USA-ba, Marokkóba, Japánba, mindenfelé, és bizony ilyen szempontból magán tulajdonban vannak képek, akkor mindig sokkal nehezebb. Ugye egy festő életében az a legszerencsésebb, hogyha valami közgyűjteményben bekerül, múzeumokban van, körül mindig előkezni, évfordulója van, körül kirakni, neki nem körül. Neki minden képet valahonnan közönket kérni, nem adja a pénzét, nem adja a fizetnek, nem fizetnek. Úgyhogy mindig egy nehezebb út a festőnek, ez a nagyon jó út, a festő boldogan, gazdagon, nyugodtan él egész életében. Ez a festünk, meghalunk, majd valaki lesz az állami, vagy valami, ez a nehezebb út. Van, aki meg ezt szereti, én tudjuk, hogy Turner az összes festményét az angol államra, vagy az angol kormányra hagyományozta, mert abban az időben ugye annyi pénzt adtak volna a Turner képek, hogy Londonban egy negyedet meg tudott volna venni, mármint ingatlan belőle, és azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy szétszóródjon a képe, ezért szinte az összes meglévő festményét az angol kormányra hagyományozta. Úgyhogy hát ez mindenkinek a szíve joga, hogy kinek adja el, de Sándorfinek ilyen szempont mindig nehezebb dolga. A másik meg, hogy a Magyarországon máig nem szeretik őt, pont emiatt, hogy semmilyen stílus irányzatban nem illik be. Ők külön voltak, egy Csermust azért tudnak mostanában nagyon szeretni meg felfedezni, ugye, mert Csermust azért sokáig élt Magyarországon, óriási hatása volt Magyarországon, ugye. Ráadásul a 90-es évek 88-ban volt, hogy a műcsatokban visszajött, hogy Franciaországból, és ő akkor igazi sztárként jön vissza. Én amit még elmondottam, hogy akkor Sándorfinál voltam, imádtam Csermust is, és el szerettem volna menni hozzá, és fölhívta a Csermust Sándorfi, hogy tudná-e fogadni engem, csak teljesen más végletekkel adta a Párizsba, egyik a 10. kerületben a szélben, a másik a Montmartre mögött, ugye, a Vatalavárba, és hát, hogy majd, mindig ez a majd van idő, és nincs idő. Ugye valahogy meg lehet nézni, az meg kell nézni az embernek, mert ugye meghalt Csernus is, így soha nem jutottam el a műtermébe. De visszaérni, hogy eltelt ugye 2007-től 2015-ig eltelt 8 év, és nem Magyarországon. Az utolsó kívánság a Sándorfinak az volt, hogy talán itt érdemes elmondani, hogy Magyarországon temessék el. A kispesti temetőben körülbelül 30-an voltunk a temetésén. A debreceni Modernnak 16 ezer látogatója volt, ugye egy állapotból mindenből, de senki, még egy magyar, nem vagy a kormány, egy művészeti szervezet, van MMA, vagy mit tudom én, minden van, ezzel ilyen mindenféle dolog, még egy poszolút se küldték a sírjára neki. 4-5-en voltunk barátok, a szűk család, pár ember, pár Valéria, és összes a 30-an volt a temetésért. És mind a mellett, hogy 52 évet nem élt, mégis itt szerette volna, hogy eltemessék. És mivel az egész családból a nagypapája volt ide eltemetve a kispesti temetőbe, ezért a kispesti temetőbe ugyanoda temették, ugyanaz a sírban eltemetve. Nagyon sokáig éveken keresztül még a nevesek volt a sírban, mi Norbival nem is tudom, nem olyan régen elmentünk, hogy megkeressük a sírját neki. Most már fönt van a neve egyébként, legalább látszik, de semmi extra, hogy ilyen kis fogjumot van fönt. De a lényeg az, hogy eltelt pár év, csak legyen szomorú, hogy a könyvözünk nem szeretnénk, hogy a vidám része, hogy elkezdik azért nem Magyarországon, még oda lehet, hogy még 150 év kell, mire kirúgunk ebből, ami itt van, ez a... Nem is akarok elő többet beszélni. Az egyik az, hogy a nemzetközi művészet történetben egyre jobban a helyére kerül. Párizsban van egy múzeum, Párizsban, Barcelonában az a neve, hogy MEMA, ez az Európai Modern Művészetek Múzeuma, ez teljesen a belvárosban, a Picasso Múzeum mellett közvetlenül, egy gyönyörű, régi, patinás, háromszintes épület, és a MEMA, mivel ez egy főképpen realisztikus képeket képvisel, ez úgy döntött, hogy minden idők legnagyobb Sándorfi kiállítását megcsinálja, soha magyar festőnek még
világvárosba, ekkora nagy múzeumba, ekkora kiállítása nem volt. Én legalábbis nem tudok róla. Három szinten 160 darab Sándorfi szintet, két óriás kamionnal hozták el a képeket, állították ki, irtózatos látogatottsága volt. Én a megnyitóra direkt nem akartam menni, mert tudtam, hogy a megnyitó nagyon sokan lesznek, csak képeket láttam, és aki ebbe az irányzatba egy picit ismeri ugye a mai kortárs művészeket, ugye Gabriel Picard, Kriszti Vügels, Marco Grassi, mindaz, aki ezek a nagyon realisztikus, nagyon fotószerű irányzatot képviseli ma Európában, az mind ott voltak a megnyitón ezen a barcelonai kiállításon. Hát azt nem tudom, Magyarországból biztosan voltak már sokan is. Szerintem a hivatalos művészvilágok elindul, vagy irányító nem sokan, de egyébként eszméletlen nagy sikere volt a kiállításnak. És hát én úgy döntöttem, hogy valószínű, hogy ilyen kiállítás nem sok lesz, egyáltalán lesz valaha, még az én életemben, ahol 160 darab Sándorfi képet összeszednek. Ezért megkérdeztem a barátokat, hogy elugrunk-e Barcelonába, és végül is 12-en elmentünk, főképpen a celebi alkotótáborosok, meg akikkel én kapcsolatban állok. Nekünk is van egy ilyen remek kis művészeti csoportunk Budapesten is, meg jár a Rémaszombatra is, és kicsit a felvidékiek, meg az összes többiek találkoztunk, ebben volt Sopron, Csárbogát, képviseltette magát több terület, a légó 12-en elmentünk, és akkor együtt megnéztük a Sándorfi kiállítást. Hát erről lesznek most képek, óriási élmény volt. Itt még komplexabban lehetett látni, hogy a kezdetektől a haláláig ugye hogyan mutatták be, valószínűleg összeszámolták a mételeket is, hogy mennyit él ki mindenki, meg nagyon szépen megvolt a helye, és a harmadik legfelső szinten pedig a műtermén, utolsó ismert műtermén beállított tárgyakat elhozták, és egybeállították ki, mint egy Sándorfi műterem lenne. Ezen végszaladunk, és most ott fogunk technikai dolgokról beszélni. Hát ez a mehang, gyönyörű katalógus, amit a végén nem szeretném elhoztam megnézni, úgyhogy kiadtosan is nem magyarul van, ugye, hanem spanyol, meg angol nyelven. Nagyon szép pop-back könyvet adtak ki, ott is neki. Óriási reklám, nem tudom hányszor benne volt, hogy pár nagyon vicces. Benne volt az ottani tévében, ami tévében, ugye a katalát tévében, Sándorfi kiállítás, hogy ötször legalább. És ha hallunk, hogy mi volt Sándorfinak a véleménye? Sándorf igazából egy magányos festő volt, nem volt tagja semminek. Néha az egyetemre meghívták, ott a Művészeti Egyetemre tartott ilyen technikai előadásokat. Még a legelején ott átugrottuk, de majd visszatérhetünk. Különböző művészeti kiadványokban az ő technikájáról oldalakat írtak, hogy ő csinált a képet. Nem itt az még teljesen legelején vélemény, hogy ő annyira nem érdekelte az egésznek ez a társadalmi vonzata, meg a díjat, hogy megkapta a francia becsületrendet. És a francia becsületrend ki volt állítva, amikor mentünk, és a WC-ben volt kitéve, a MEA-nak a WC-jébe, és akkor kérdezgettük ugye, hogy hát milyen mosdóban van, és mondták, hogy hát ez volt a lányának a kívánsága, hát egész életében otthon a WC-ben volt a becsületrend, és kérdezték, Sándor, hogy mi a WC-ben van, azt mondta, hogy itt látom a legtöbbet, nem? Hova tudnám tenni, ahol egyszer látom, hogy ugorhatunk még egyszer. Elhozták, nem tudom én a művészetek lóban, nem tudom, hogy milyen becsületben, ez ugye a kulturális miniszteri és alányos adományosnak érdekelte, nem érdekel. Egyáltalán nem érdekelte. Se hazai, se külföldi, mondta, hogy se a politika nem érdekli, se a művészet politika, semmilyen egyesülés, ő egy festő, semmilyen szintva egyszerű festő, aki festőni szeret. Hát maga a kiállítás részletét eszméletlen nehéz volt fotózni, ez talán küldést tudom mondani, mert ugye sötét termekben voltak a képek. Nem adja vissza a fotót. Nem, és minden kép egyedileg volt megvilágítva. Magyarán nehéz volt, jó mondjuk végig rohantunk igazából, ilyen turista kép végig fotózni, de vagy kiégett a kép, vagy nem égett, de tökéletes volt. Nagyon-nagyon, én azért sok képét láttam, meg ismertem neki, de ott is nagyon sok újdonság volt. Itt lehetett látni, hogy ez az ember napi 16 órával, milyen energiával, életerővel, ez volt az életének minden egyes pillanata. A Magalányi mesélte, mivel nem volt, hogy 20 éve keresztül nyaralni sehol, elvitt a Horvátországba, ahol kapunk egy kis D-vitamin, meg napfényt 20 évente, és a negyedik nap mondta neki Sándor, hogy van dögnalmas idő, menjünk haza, hogy nem bírja tovább a tengerpart, hiányzik a festés, ő haza akar menni és festeni akar.
És hát ezek csak egy más korszakban, hogy mindenféle dolgot kitalál, lumpon a nyakába, meg nem tudom én, az úgy csikargatta magát, mehetünk ugorjú, hogy különböző testrészekről festett sorozatokat, önmagáról festett ruhába sorozatokat, ezt miért a mennyiségű kép? Képeinek számát meg lehet becsülni? Hát a magára azt mondta, hogy senki nem tudja, hogy egy pillanatban meg nem viszont megadni. A 8-900 környékén vannak a képeinek a száma, de ugye a méretek ezek hatalmas mérőző képek. Hát ahol rágondolom, egy Picasso 12 000 vagy 10 000 képet festett, egy Chagall 12 000 képet festett, a 10 év alatt Van Gogh 2500 képet festett, ahhoz képest, hogy 800-900 kép nem olyan sok egy életműben. No de ugye stílusában más. Ezeket a képeket azért főképpen a vége felé, ezeket a nagy méretűeket, hogy Van Goghnak a legnagyobb képe sincsen 1 méter szinte. Ő napi 2 képet festett, kiszaladt a húzamezőre, gyorsan 2-t megfestett, hazaszaladt, délután megint kiszaladt, megint festett. Ugye most a, nem ezért akarom semmi, hogy hívják, csak a lényeg az, hogy a intenzitásában irtózatos sok képet festett. Hogy most fedeztek fel neki egy képet, hogy szöcske volt a képben, ugye, hogy Van Gogh halála óta benne volt a festményben egy szöcske. Hát gondoljuk, hogy amikor a húzamező jött haza, hogy milyen vastaga lehetett benne a vastag festékben, ugye, hogy most tűnt föl, hogy egy szöcske bele kerül, mint egy jantába, egy szúnyog a kép. Most nem azt mondom, hogy Van Gogh hív, hogy a Van Gogh a művészettörténet egyik legnagyobb festője. A habitusról beszélek, hogy 10 év alatt Van Gogh elérte magát. Egy az egy, vagy gyorsan festett, annyit festett, hogy elég. Sok ilyen festő van, Balázs Ján is ugyanilyen. 62 éves korában festett, 72 éves korában meghalt, egy életművet festett, és Modigliani 10 évig festett. Van egy ilyen festő, akik egyszerűen fölégetik magukat 10 év alatt az ő életművünket. Ezt csak azért akartam megmutatni, ezt a lányát, ami tini korában volt, amikor ezt a képet festette, de hogy ez egy félbe van a kép. És majd mutatok érdekességeket, hogy nem tudni, ő se tudta kérdezni tőle, hogy miért van tőle. Valami mondott, hogy egyszer majd befelejt, az egy aláfestett kép, csak hogy ott lehet látni a technikai megoldásait, hogy majd miket hagyott félbe, hogy mindent csinál. Mindenesetre nem fogjuk mondani, fürdőkádba, itt ül, ott, lama, mindig kereste az okokat, indokokat. Ez, még csak egy mondatot visszatérve, amit mondtam, hogy ő, amit az előző végre, hogy vagy szereti, vagy nem szereti, vagy utálják ő. Ő nem egy ilyen általános szeretetni görment, sokan azt mondják, hogy ez egy pozőrködés, ez csak egy ilyen felszínes világa. Ki mit szeret a testrészedbe? Én ezt szeretem, én őt szeretem. Aki más szeret, az más szeret. Én mindig azt mondom, hogy a művészet ettől szép, hogy ennyire színes. Mindenki csak így festene, rettenetesen unalmas volt, akkor is, aminek úgy festenek Van Gogh. Létező legnalmasabb volna a világ. Ettől szép a művészet, hogy ezzel meg ezzelféle képen festni. Hát ezek szintén óriási méretű képek. Volt egy ilyen érdekes, nagyon érdekes sorozata neki, ahol van egy ilyen tükröző figurákkal. Valószínű, hogy ezt is az is ezzel megvoltak a fotomontázsai neki, és ezeket használtak fel különböző térbeli alakzatokba. Csak ami az eredeti képen átjön, de itt nem jön, ami mindig fogok ezek a mélységekben. Hát ez a múzeumból itt volt a lánya. Ezek most kicsit keverve van, mert ugye a múzeum alsó szintjéről indul. Ez a 20-28 éves koráig festett képei voltak. Ezek is nagyok, másfél méteresek. Hát egész érdekes dolgokat festett, amit a ilyen betegek, vagy valópiáni, vagy nem tudom, hogy festette magát. Vagy ilyen kábel kötekbe bele gabolyodva, de még ott is a kábel kötek úgy megfestve, hogy mindenhol valami volt, jöjj valami, bebújik, valami átmegy, magyarán mindent úgy festett, hogy hiába, hogy van egy több száz méter kábel, amilyen neki. Hát elég durva, úgyhogy ezek még nem a vitán korszaknak a képei, nem is volt olyan soha neki. Különböző testrészek, mozdulatok. Hát, mindig talál valamit otthon, igen. Nem csak cipő húzott. Ezek ilyen rettenetesen visszamadom vissza, hogy van ilyen, hogy ilyen brutál, nagyon ilyen elefintben élő képek, ahol nagyon-nagyon forszerűen vannak fölfestve, rettenetesen gyorsan festett őket egyébként. Szintén nagyon sok volt. Nagyon-nagyon-nagyon sok volt. Volt egy ilyen központi, nagyon szép díszterem. Hát ott voltak a, őképpen a Amerikából hazahozott képek, amit azt idén láttunk más kiállításokon, ugye azok a képek is voltak. Volt egy olyan kép, ahol megyünk, nem tudom, hogy ezt vezettem-e,
Na, egyik oldalon volt a festő, ki vagy a festő, bejön, mehetünk. Hát rettenetesen tetszett. Az egy poén, még mehetünk, képrészletek. Nagyon sok képvált részlet volt neki ilyen. A lényeg majdnem olyan volt, hogy korpusz, ez majdnem ilyen keresztre feszítve, vagy fannal, a lévő dolgok, még mehetünk. Hát talán egy kis poénok, ez csak azért, hogy hatalmas méretű képben repülő citrom. Ezek már az amerikás képei, ezek a nagyon-nagyon nagy dolgozó képek. Csak így lehet látni, ezt is láttam a műtermébe. Hát egy gyönyörű kép volt. Sajnos itt a sötétnek van minden, ez az első élettársa. Ez a ház vezetője. Ez a lánya. Hát mindenki, aki környezetőből mindenki festett, ő magán kívül. És ez is egy régebb, amikor a 80-as évek közepén már megjelent a színe. A sárgák sokkal jobban, különböző viszonylag tisztább színek között a választó gomstúzi megjelent. Ez egyébként csak az áthallás miatt mondjuk egy érdekes története. Maradjunk itt tenni. Van a Hagyfúk című képe Csernus Tibornak. Lehet, hogy valaki ismeri, hogy látta már. És 89-ben, amikor ugye ezt a karavacsos képeket Csernus legelőször visszahozta Magyarországra, de ez már akkor, amikor a nagy New York-i sikerei megvoltak neki ugye, a Tóth Bernard Galéria által, akkor festett egy ilyen nagyon sötét tónusát, de két hattyú lámpa, ahol megvan a világító. És abból az időből én előszedtem kritikákat, hát azt a képet, ahogy lehúzták, hát, hogyha valakinek van kedve nézzen utána, arra minden mondtak a kép, hogy egy modern festő hogy festett a hattyúkat, hogy már ez a kics kategóriát súrolja, meg ahogy ez meg van csinálva, eszméletlen rossz kritikákat kapott, ugye, Csernus. És akkor most, ugye, ahogy már hazakerült nagy részt a Kovács Gábor által az életművel, meg a Várkert bazárban ugye nagyon szép dolgokat lehet látni, és ott van egy művészet történeti könyv a kezembe került, benne a hattyú című kép, és ódákra zengenek a hattyú című. Hogy micsoda fordulat, hogy micsoda a szín, összhatás, képi hatások, micsoda a fényviszonyok. Úgyhogy mindig a formák, a gondolkodása, hogy azért eltelik 20 év, és hogyan át tud értékelni egy festőt. Lehet, hogy fogják, lehet, hogy soha nem fogják, hogy Magyarországon. De Csernus se szeretnék mindig ennyire, meg ugye őtől is kérdezték 89-ben, hogy ki az a újabb, aki Caravaggiót fest a 20. század végén, vagy mit akar ő ezzel, vagy miért fest ilyeneket, tehát ez egy elavult dolog. Ha nem már azt mondják, hogy Csernus a magyar művészet történet egyik égköve. És valóban az, hát menjen el valaki a Várkert bazárba. Bőkezes, amit csinál. Na és akkor egy kicsit valami visszatér a Csernus, aki a hattyúból, már akkor mondjuk azt, hogy ő neki ez a... Milyen madár, mint pelikán. Amikor Csernus festett a hattyút, ő pelikán adott. Egyébként ismerték egymást, olyan érdekes, amit megállnak, hogy kérdezgettem sokat Csernus meg idét, hogy hol összejárnak, hogy nem. A francia festő kicsit ez is ilyen magyar megoldás. Hiába volt a sztárok, egy óriási népszerűségű szint Csernusnak is. Talán egy Csernus egy kicsit nagyobb is sztár volt, mint Párizsban. Mint a globálisan szerintem Sándor, de Párizsban Csernus mindenképpen nagyon nagy nevű festő. De viszont nem jártak össze, nem címbiztek együtt, nem állítottak ki közösen. Egy Hantai azt mondta, soha büdös életben nem akar egy párizsi magyar intézetbe kiállítani. Nem! Életében ő meg nem engedi, hogy kiállítsa a párizsi magyar intézetbe a képeit. De tök érdekes, és valahol McLaren hozta össze egyszer őket, hogy ezzel a címszóval csináltak, hogy akkor került a párizsi magyar intézetbe, hogy aki hajlandó rá, egy közös kiállítást összehoznak. És akkor valóban akkor együtt állított a Csernusnak a képei, Sándorfinak a képei, aki akkor adott ugye képeket. És én is, ahogy beszélgettem a Sándorfival, és akkor először kérdeztem, hogy ugye szeretnék a Csernushoz menni, és akkor mondta, hogy hát miért akarsz a Csernushoz menni? Hát mondom, hogy hát, hogy én nagyon szeretem, mert nagyon nagy festőnek tartom. Mondja nekem, hogy de én is arra tudom, hogy te tudod, hogy ő egy grupban lakik? Mondom, grupban? És akkor elmesélte nekem, hogy valóban, hogy hát ahhoz képest, hogy ugye lakik, ő beköltözött valamikor az államtól kapott ezt a Batolavoári, ahol régen Picasso alkotott, ugye, ez egy nagyon-nagyon pici műterem lakás volt. És Csernus a, szinte a teljes életművét, miután ugye 63-ban ellen, 63-ban pontosan, hogy akkor ment el a 60-as években Magyarországról, ő a teljes magyar életművét, ebbe a fölül ilyen galériás lakásból ebbe festette meg, ugye. Tehát, hogy neki meg ez bőven elég volt. Mert visszatérve,
erre végig lehet látni egy picit a festészeti megoldásait, hogy itt az, amikor nagy, széles ecsetvonásokkal, itt még nem folyik el annyira, nem megy el, fölhúzza, ráhúzza, menjünk tovább, mondja, hogy lesz egy részlet, hogy itt lehet látni, hogy itt még nem hajazik, meg nem szőrözik, így is tudott volna, ha akart volna ezzel, csak azt akarom mondani, ha ő nagyon flottul, nagy ecsetvonásokkal, nagyon gyorsan akart volna festeni, akkor úgy festett volna, hogy akar. De ő nem akart úgy festeni. Ő mindig gondolom érezte, hogy ezek az alap, ez egy alapozásnak jó, egy állásfestésnek jó, de neki ez egy készképen kérdés. És azért alkalmazta ezt a régi zseniális palman technikát, amit nagyon kevesen tudnak, ugye, amiről majd fogok beszélni, ez a irtózatos mennyiségű végolvazó rétege. Hát itt lehet látni, ez semmi, nagyon sok festő, megfestem, mondjuk kész a kép. Tök jó, modern, gesztusok, nagy ecsetvonások, minden rajta van, ami a modern figurális festészetben van. Hát még ez most egy kicsit, még ötlet jó, hogy maga a művész van egy kicsit megcsikargatva, szívem dőlve benne a keretbe. Hát szóval egy elugja van, hát nincs nincs, de azért én is vele lehet látni sok dolgokat. Húzza le a nyakamat. Maga a szépsége a hajnak, a testnek, a különböző foltoknak, színeknek. Ja, ez volt az, ami az ajtó mellett volt az egyik, hogy mondtam, hogy azon szív, hogy a festő belül, meg a festő kimegy. És akkor ilyen, ugyanaz az ajtó volt, ugye mindig hátra volt, ilyen iszonyatos görnyi testtartás, ahogy ő, ugye, hogy ott megy ki az ajtó, akkor megyünk a másik kép, és itt van a másik kép, így két oldalra volt következő a kép, mert eléggé erős hatásért volt a kép. Nézhetek. Ez egy külön teremben voltak, ezek a sokkal színesebb képek. Ugye ezek voltak az életemnek az utolsó 10 évében festett képe, amit mondtam, nagyon lassan, nyugodtan, nagyon precízen, nagyon-nagyon részletben az legyen festett. Ezek a nézett amerikás képek, amit ott festett. Ez egy nagy méretű kép, egy icipész részlet, hogy mi történik ezen is, hagyja úristen, kikarások, kahajlások, folyások, egy 5 centis részleten mi történik a képen. Semmi nem kerül, az ott van. Ez nem az a bobroszféle 20-as legyező esetben fölgyújtosuk a fenyőfákat. Minden egyes pici kis dolog meg van festve, esetleg összefújítva, árnyékot térve meg. Hát erről nem is beszélek szintén. De ezért akkor kerülni, hogy a festészetekben végig. Meg ezért van látni is a képeket, meg az idő is soha. Na, itt álljunk meg. Szóval ezt, amit mondtam, hogy lassan finisbe vagyunk, hogy a harmadik emeleten a múzeumnak elhozták élete utolsó be nem fejezett festményét. Élete utolsó be nem befejezett festményeken van róla egy fotó, azóta se láttam sehol. Hihetetlen, képzeljék el, elég gyufaszál van rajta, különböző csempéletben, és a gyufaszálnak a fény adja az üvegeknek, a fény mindennek, de lehet látni, hogy jégyel a gyufamacsi kis része van. Ez volt a legutolsó festmény, amit befejezett. El akartam hozni, mert föl van tűzve a műteremnek a falára, és elfelejtettem. Úgyhogy ezt nem tudom megmutatni, de ha kell egyszer, fölköszön majd szívesen az interneten. Hát így bemutatták a én mondom, hogy ahogy a rockstar, a Veszkó csizmái, neki a bűtermében még állva festett egyébként, maximum nagyon magas volt a kép, volt ilyen tekerő szék, hogy fölérje, hogy a dobogó arra állt föl. Úgy voltak az ecsetek, nem ez meg ez, csak a használt ecsetek, hogy volt az állvány, ott van a művészet elalátóba egy festmény, és akkor mondjuk 10-es lapos ecsetből 20 darab, 8-asból 20 darab, ilyen kötelék voltak vadonatúj ecsetek, rosszabb ecsetekből, és mindig ami kellett onnan vette ki. Itt a szemüveg tartója neki, ezt kérdeztem meg, föl volt fogadva az állam, és volt az, hogy 10 vagy a szemüveg. És mondom, hogy tényleg ennyi, és akkor ugye legelőször voltam, nála 30-valahány éves voltam, és kérdezte, hogy hány éves, hogy mondom, azt mondom, 40-ünk még nem tudod, 40 fölött tudod, és akkor mondom, hogy ezzel a nagyon közel, ezzel egy méterű, ezzel a távolról megnézik, hogy a szemüveg rengeteg szemüvege azért volt, itt a diabetikusnak a részletei. Nem ilyen volt a műterme, egyáltalán nem így voltak, csak tárgyakat hoztak el. Eleve a műtermében három nagy falon volt, három nagy állomány, még ettől jóval nagyobb ugye, mint ez, és azon voltak a féletészünkben készülő képek, hogy mindig egy képet festett, csak ott szállat, ott készített el. És hát maga a festészet technikájából, hogy hogyan lehet így festeni?
Ugye nagyon sok az olajfestésnek a lényege, hogy bőrületesen sokféle képe lehet. Az ember a saját habitusához, a saját stílusához, a saját érzelmi kötődéséhez tudja alakítani a festészetnek a technikáját. Ez a jó az olajban. Lehet lassan, gyorsan belefesteni, lehet technikailag lassítani, gyorsítani, rétegekre, faszkultusan vastagon, porolatban megvéve, úgy fölvéve még vastagabban. Nagyon-nagyon sokféle képe. Ugye ezen idő mindről beszélünk, hogy én is csinálhatok, ez mind a klasszikus festészetnek valamilyen kis oldalhajtása, vagy köz ez áll a klasszikus festészethez, ugye ez a 16.-17. századi festészet, amikor a festészet rétegről rétegre festettek. Én mindig szoktam mondani, amikor ilyen festészeti előadásokat, festészet technikai előadásokat tartom, amikor jöjjön ki olajjal festeni, hogy maga az olajfestékeknek fejlődése belefolyásolta a művészet történetet. Soha nincs benne egy művészet történeti könyvesek. Soha. Az nem írják fel, hogy a lencséknek, a pigmenteknek, mindennek a felfedezése, a vegyipar, a szintetikus anyagoknak a felfedezésével ezt tette lehetővé, hogy a modern művészet. Ha nem fedezi fel, a tubusba lehet tárolni a festékeket, nincs impresszionizmus. Addig nem lehetett kivinni a búzamezőre tubusba a festéket, hogy Van Gogh megfesse a búzamezőt, míg reggelente a pigmenteket őrölni kellett, műgyantákkal mindennel elődolgozni, minden nap annyit tudtak ugye megcsinálni, durván, amit elő tudtak festeni. Egy mérhetetlen munkával állították elő azt az eszközt, amivel egyáltalán tudtak festeni. Ma már mi bődületes kényelembe érünk, bemegyünk a művészet ellátóba, minden van, ami kell. Átul Z-től átig, mindent meg tudunk venni. És valahol ez befolyásolta folyamatosan a művészet történetet. Ugye nagyon sokáig nem mentek ki a festők a szabadba, hogy az impresszionisták voltak, akik először kimentek. Monet vitte ki először a témát a szabadba. Ugye, már az nagy dolog volt, hogy kint egy kurtizán hemperő ugye az erdőbe, és ez Monet megfestett óriási felháborodás, hogy egyáltalán nem egy szánt műtermi szobába festette meg. De nem ez a lényeg, az, hogy ennek a festészetnek az alapjai a 16.-17. században, 1600-as években van. És abban viszont, abban a korban lassan festette. Abban a korban rétegről rétegre festette, ez egy technikája volt. Technikailag nagyon precízen festünk, többféleképpen el lehet érni a precizitást. Fő témából haladunk szanaszét, alsó témából haladunk, mindig építünk föl, hátulról haladunk előre. Mindig ugye úgy festünk, már ugye pont ő mondta nekem Sándor, hogy megtanultál festeni, tanulj meg gyorsan festeni. Hebbőlsz, tényleg nem az a cél, hogy tudjuk 6 hónapig festét képet, majd ha már jó gazdag leszel, megérsz belőle, akkor hobbiból fest 6 hónapig. De amíg szükséged van arra, hogy pörögjenek meg, festsél meg, vegyék a képeket, akkor viszont tanuljál meg, hogyan lehet jól, de gyorsan festeni. Nagy méretű, hogy precízen, de gyorsan. És minden megtettek, hogy ezt a dolgot meggyorsítsam. Hogy előrajzokat kivetítették. Megmutatom Sándorfit 14 éves korában, hogy rajzolt. Bődülesen rajzolt. Egy Csernus, egy Sándorfit nem érdekli, hogy előrajzolta, kivetítette a képeket, hogy nem grafikusokat kap. Grafikus volt, amikor volt Szalai Lajos, világ egyik legjobb grafikus, a grafikus volt, mert nem festő. Ők nem akartak grafikusok lenni, ők a főparányjelenséget felmutatták egy képre, de ugyanez volt Caravaggio, Velázquez után festett 70 évig egyetlen vázlatrajz nem maradt meg. Ezek ilyen dolgok ugye. Hogy a festő mindig mit akar? Valaki festő akar lenni grafikában, hol a kultúrában gondolkozik, a színkultúrában, a tónusban gondolkozik. A tónusban gondolkozik nem érdekli. Megtudná, ugyanígy megtudná a festőt mondjuk 3 napot, de nem érdekli. A hagyományos technika ugye mindig az volt, hogy volt egy alapunk, de az alap is nem mindegy, hogy milyen. Ugye tudjuk, hogy például mindig kísérletezgettek az alapokkal, egy munkácsi használta, illetve nem csak ő, abban akkor a bitumén, amely zsákutca volt, mert fölzabálja a festékeit, munkácsinek mit tudom én 100 festmény, 50 év múlva nem lesz, csak egy bitument látunk majd a falon ugye. De azért törekedtek erre, mert nagyon precízen, nagyon jól festeni, úgy lehet, hogyha nagyon jó az alap. Sándor Fülyén azt mondta, hogy az alapra ugyanannyi időt kell szállni, hogy jó legyen az alap, mint maga a képe, ugyanúgy figyelni kell arra is. Mikor jó egy alap? Egy alap akkor jó, se nem szív, se nem taszít. Ha simán akril alapozású vásznak a testünk, ugye, olyan bődületesen szív, hogy végighúzunk az ecset, szinte kiszívja belőle az orvoszert. Ez nem jó. Jó annak olyan a stílusom, hogy gyorsan festek, ugye. Ott, ahol gesztusokkal gyorsan fölteszik a foltokat, passzkultusan, ott nem számít, sőt, még alapozni se kell. Balázs János úgy festett ingekre, hogy levetette magára az inget, mert nem vittek vásznak, összevarrogatt, az festett az ingre mindenféle alap nélkül, mert olyan volt a habitusa, meg olyan stílusban festett. Aki nagyon klasszikusa,
ezt a régi, hagyományos fejlesztő festő technikát festi, oda nem jó. Az se jó, hogyha nagyon taszít az alatt. Mert hogy, ahogy visszük fel a hígítók, itt megfolyik, ott, hogy csúszik mindenfelé, mint a lazúros forma festi, nem tudjuk egymásra építeni a színeket. De ez más dolog. Majd ha egyszer eljövök, beszélgetünk, érdekeltetik, elmondom, hogy hogy lehet jó alapot csinálni, mivel érdemes alapozni, beletenni, stb. Mert ennek a technikának van egy hihetetlen érdekessége, nem akarok ennyire részletekbe menni, hogy minden rétegnél más használnak. Hogy mikor használnak lenolajat, mikor használnak terpentin, mikor használnak festőszer. A festőszer a legkisebb közös többszörös. Minden jó, de semmire nem. Ugye, az úgy van megcsinálva. Hogy az, aki átlagosan fest, használhat, de egyébként általában semmire nem jó. Úgyhogy mindig megvan, hogy bizonyos rétegekhez, amikor elérünk, hogy az már réteg, én most mindig mi használok terpentin, mi használok mákolajatot, lemolajat, de ebben akarok meg erős tudni, még minden kezdőben két órát beszélni. A lényeg az, hogy a külpanikor, amikor festettek, ugye, hogy van az alapot mindig színes alapra dolgoztak, ugye ez attól függ, hogy meleg a hideg tónusú képet akartak, félkész képeket nagyon szépen lehet látni, Rembrandt rengeteg meleg alapra festett, a, hogy hívják, például a Ferrer nem szerette a hideg alapokat, ugye nagyon sok szürkés tónusos képe van is. És akkor, mikor megvan az alap, ugye mérhetetlen precíz előrajzokat csináltak. Bárki megnéz egy Ferrer készkész képet, mondjuk nem jól lehet, őről kifejezetten tudjuk, de Rembrandt is mindenki csinált előrajzot. Ahol én mondtam, hogy a Dublinban, a Nemzeti Múzeumban láttam egy félkész Rembrandtot, szénnel vagy pittel, tökéletesen meg volt az alapja rajzolva, csak valamiért a képnek a bal felén festette meg a tónusai, a jobb felén még hat az előrajz stílusba. És akkor utána, amikor készen van az előrajz, na utána döntjed el a festő, hogy melyik irányba indul. Hogy úgy kezdem, hogy van egy főfigurám, hogy a kisgyerek tökéletesen megfestem, mondjuk úgy, mint egy kifestő könyve, jobbra-balra szépen haladok, mindenfelé festem a regész részleteket, míg összeáll a kép. Ez mi mindig csak alapríma festészetén tartunk, a mai festőknek a 90%-a így fest. Nem is tud azonozni. Nem akarok senkit leírni. Én nekem volt olyan nem egy alkalom, hogy művészeti egyetemet végeznek, csak azért jönnek el, hogy magyarázzam el, senki nincs, aki elmondja neki, mondjuk akár egyetemben, akár egy művészeti egyetemen, hogy hogy kell azonozni. Volt olyan művészeti egyetemen végzett diák, nem akarom nem is mondani, aki először tőle hallott arról, hogy a festékeket még így is szoktuk, hogy vannak fedőfestékek, lazulfestékek, félfedőfestékek, festékmárkáknak külön lehet színeket venni lazulva, de még azon belül is, hogy hogyan osztályozzák a festékeket, hogy mire való is, hogy rólószerekről nem is beszélünk. Ugye soha ilyet el nem mondanak neki technikailag. És akkor lehet, hogy ugye, ahol összeáll a teljes kép, egységesítenik a képeket, akkor indulnak el a lazul technikával. Ferrer általában 7-8 lazú réteggel festette meg a képét, tudjuk a Mona Lisán 7 lazú réteg van. Ugye azt jelenti, hogy a lazú keverési festék technika, hogy mi ma már úgy festünk, hogy van a palettán, kikeverjük a színeket, vagy már így a vászon keverjük, ott van plusz kéz. Na ők nem, ők fölvittek egy alaptónust, ami volt egy monokróm, legyen egy égetett széna, egy égetett umbra, egy általános szürke, egy hideg szürke, fölvitték, hagyták 3-4 nap megszáradni, utána vitték a következő lazú réteget. Egy hártya vékony, mondjuk kadmiumvöröse. Kadmiumvörössel átfestették, ahol a fények voltak, visszatörölték, vártak 3-4 napot. Elkezdett menni rá meleg tónus. Utána fogták itt az ultramarin kéket, főképpen az árnyékos részeket. De úgy, hogy mondjuk az ultramarin kék alatt látszódott a kadmiumvörös, látszódott az alapnak a színe. Hogy felment, mire eljutott a hetedik rétegi, a hetedik réteg alatt látszódott még az első réteg, ami fölött. És az igazi csoda az volt, hogy ők tudták, hogy nem úgy, mint mi összekeverjük, meg én is legtöbbször, összekeverjük a sárga a kéket, akkor valamilyen zöldöz belőle, ugye tudjuk általában. Ők azt tudták, hogy ha a lazúr rétegeken át megszáll és áttetsző rétegek egymásra pakolódnak fel, akkor milyen szín lesz belőle. Úgyhogy ők így keverték a festéket, hogyha egy fényképezőgépre vagy egy fotógépre, filmezőgépben, ott hogy hívja, kamerára, fölteszek egy színszűrőt, ugye, vannak a filmek, ami gyönyörű barna tónusa van, akkor minden van szép barna rajta. Akkor mit egy barna tónus? Ők azt is tudták, hogy ha még arra fölviszek egy sárga tónust, egy indián sárgát, akkor mi lesz a barnából, vagy az indián sárgából. De ezt ők nem két színe játszották el, héttel, meg 80. Na ezt tudta Sándor. Úgy 8 réteget fölvinni, hogy a 8. réteg alatt az első réteg látszódott az alapnak a rétege. Ki lehet próbálni.
picit nem emlékeztet az akvarellre, bocsánat. Dehogy ne, hát az akvarell lazú technika, persze. Így van, hát az akvarell egy lazú technika. Na de ehhez kell jó alap. Mert ugye akril alapozásról vászlom, mint a 90%-a, pont ezért, mert a legtöbb mai festő már egyrészt az árak miatt, nagyon sokszor már akrillal festenek. Akrilra lehet akrillal festeni, olajra soha nem lehet akrillal festeni, össze-vissza lehet. És akkor mindent megkapunk akrillal, ha akarok, te dolgozz tovább. Alapoz tovább, csinálj el, amit akarsz, vihetsz el bármilyen alapozólapot, és kérdez minden millió megoldásra. És akkor ugye Sándorfi, ő mindig a festészeti, hogy ahhoz a leggyorsabb úthoz választott a megoldása. Zubor, hogy miért van? Csak itt a félkész, hát ez egy nagyon szép az ilyen, a poszter olyan volt, él, nagyon klasszikus volt, én fogom megköste, amikor festette 21 éves korában. Ez csak a használat esetei, amit mondtam, hogy ez ami másfél méteres rajz, hát egy eszméletlen bonyolult, de szép rajz, ez egy szabadkézi rajz. Az, hogy fél éven keresztül rajzokat 14 évesen, mint egy ilyen komplex rajz kialakult. De egyébként csinált egyszer a Magdalena rajzérmú kiállítást, amit középiskolában rajzolgatott a Püszicinkrál, bővidebb is akarok rajzolni. Hát ebből majd egy csomó megmutatok, ez ki volt híve. Nincs róla elmény, ez a Párizs dolgok egyszer a hátra lesz, a Egyú Sándorfi. A lényeg az, hogy itt lehet látni, hogy ez a sok technikából itt például nem azt csinálta. Ugye, amit mondtam, hogy van olyan technika, hogy világos szín, rígulak, mondjuk, hát ugye, vagy nagyon menjük a teljes sötét színű, csak ugye, először mondtam, hogy egy égető színnál rígulak, utána fölviszem először a világ legvilágosabb tónusokat, ilyen lazul, olyan lazul, olyan lazul, és a rékegek mennek. Ez nem úgy van festve. Ez úgy van, hogy klasszikus, a megvan monokromba festve, minden. Minden. Így majd ezek a figurák, a legformálni fotóval, a régi ilyen monokrom fotó szedület volna, de megköszönt minden monokromban. Ugye volt, amikor megköszönt a szürkékbe, volt, amikor megköszönt a umbráknak az átmeneteiben, itt egy ilyen umbrás tónussal. Minden érhetettel precizitással, ugye itt a kéznél nincs megveste, egyszerűen visszatörölte rongyal, mert a tónusába kihagyta azokat a részletek, amit fehérlet. Majd a lazulra visszamegyek, akkor jönnek a vékul, az úr majd térbe rakja. Az ékszer a nőnek a nyakába csak kihagyta a fény. De már fénybe, tónusba, precizitás minden kezd a helyére rakni, mert mind majd lesznek részletek belőle, hogy ha lehet látni, ugye, hogy kicsit már ugye az átúszások, az előrajzok tűnnek el, kicsit már ugye minden mérhetetlen megvégvenünk, mérhetetlen korság, itt lehet jobban látni, hogy megvan még az előrajz, de hogy már ugye hogy átúsznak dolgok, de majd nagyon pici ugye tesztinek, mászőgöves és sárkak kerülnek, de még minden magunk, végvenünk. Annyira finoman van, összeoszlatva, hogy összetudítva, hogy szinte olyan a tónus, mint hogy fátról volna rajta a képen. De ennek azért fátról, mert mivel egy festett kép vagy 8 réteget. Ha én lemerezítem a képpel legelőször, mint a kőbe belevésném az orrát, a száját, minden nincsenek, ezek a nagyon puha átmenetek a hajába, én csak ugye puha foltok vannak, akkor meg a következő finomítást azon rétegekkel nem tudom már utána fúrítani, hogy mindig csak szép, lassan lehet haladni a precizitás felé, a részletek felé. Ugye itt is, ahogy lehet látni, hogy félbe hagyta, hogy valószínű 16 órán keresztül festett, de mindig egy darabig jutott el, nem vagyok, hogy ilyen legyen ugye a képnek, amit abba hagyta, egy bizonyos részletet a kezében tónusába, mint egy szénrajznál, egy pitrajznál, ugye kidolgozta, és majd még most jönnek ugye a részletek meg a színek. Úgy mondva, hogy itt az előrajz, itt van a cipő, itt sem még egy cipő ilyen lett volna, ugye, de már a tónusáig a fent van, mint a szénrajz. Már, ha úgy mondjuk, ez az alap, az alap meg a színe, most van mondjuk a harmadik rétegnél. Még egy biztos, hogy még öt rétegnél itt volna föl ezek a dolgokra. De már minden helyén van. Minden. Ugye. Kicsit az előrajzot lehetett látni. Itt lehet látni, ami mondtam, talán nagyobb, hogy hát egyszerűen csak az árnyékokat festette meg, megfestette az én árnyékot, meg ott utol sötét lesz a tónusa, és egyszerűen rongja. Én sokszor csinálom, hogy fölviszek egy réteget, egy alfú réteget, hogy tudom, én fogok festeni, és egyszerűen száradás előtt, hogy visszatörlöm, mondjuk eddig rongja ezeket a részeket. Ennek a nagyobb a nehézsége mérhetetlen türelem kell hozzá meg idő. Mert ugye minden két réteg között legalább 3-4 nap száradási idő. Most ha 6 rétegben fölfestek egy képet, csak
Ugye 6x24 mert hónapig készül egy kép, egy pici porté is, még rétegek, mindig puhítom, pirítom, ráfestek, puhítom, precítom, ráfestem, úgyhogy nagyon mindig időigényes. Hát itt lehet látni, hogy egy szürkével meg, ugye a szürke mindig a legfontosabb szín, keveset beszélnek róla, de a szürke azért nagyon fontos, hogy átkötő, általános szín. A szürkéből a legkönnyebb üveget csinálni, de ha azonban könnyű belőle meleget csinálni. De azért van nagyon sok, hogy amikor az inframatúr alá festenek, nagyon sokszor szürkékkel festenek alá. De? Hát, ugyanaz, csak többször részletben, vagy más alapokban. Csak nagyon fontos, ugye, hogy amikor ez az első tónus bármi fölfesti, hogy amit az első tónusra elrom, hogy valami nem jó helyen van, utólag mindig, ahogy haladnak a rétegek, meg a rétegekkel, már félreteszem, meg a rétegekben mélységet adok neki, de igazából már a struktúrát nehéz megváltoztatni. Ha egy szem nem jó helyen van, egy új nem jó helyen van, ha az arányok nem jó, lehet, csak rettenetesen nehéz a menet közben. Hát itt, hogy mondom, hogy így lesz majd az ésszel, mint valami mondom, ezt egyszerűen kihagyta, majd ezt egyszer leült volna szegény is, akkor meg, és töltsek az a kéznek a nagyvonalat. Itt a fején látszik, ez a, így is látszik, de az eredeti képet lehetett volna látni, hogy ez a látság, ez a finomság, ez a pasztor, úgyhogy pasztorral lehet, hogy megcsinálod. Pedig ez egy sima olaj aláfestés. Semmit nem csinál, hogy a hajnak csak aláfestette a fényét. Ennyi? Na akkor, most már tényleg nagyon a végén vagyunk. Na bocsánat, egy kicsit hosszabb volt, még gyerünk a festmények is volt, sem mindegyik, csak hogy ott akarok egy-két ilyen személyes dolgot elmondani, pár kép, ha nem ennyi múltban, hogy hát csak ilyen tudószerűen ez volt életem első festmények látomságotikus. Ez volt az a kép, amikor láttam az interneten, sokkal szerint volt fontos, valahol letöltöttem eléggé, nem a samatizálva, de ez volt az a kép, ami utána én megkerestem. Azért ilyen megtartni. Ennek az a cím, hogy Havanta kép, ez is minden rajta valami sándorítja a képen. A szivar, a csík, a oldószerek, a színek, a karcolások, a háttérnek a fényei, ami ő neki a technikája. Most nekem ebből ők csináltak még, amikor Amerikában volt egy olasz minimum papírra, ilyen nagyon szép nyomatokat. Nyomatok egyébként mindegyiket szívózta, 1-től 11-ig. Mindenki még tudta, hogy melyik darab minél van. Én kaptam egy ilyet, meg kaptam a lányából, úgyhogy két ilyet, valahogy méterszett egyszerűen nyomatom van tőle, és ha már ezeken a grafikai árvégésében is 150-170 ezer forintok, még a nyomatok is, de mindig azért olyan szívmózóan, hogy elvárjuk a művész, úgyhogy nekem ez nagyon nagy kedvenc, szerintem összefoglalva rajta van Sárdoki, az minden, ami ő volt. Hát ezek a meséltem, hogy a gyümölcsöknek ez a egy picit vissza, hogy egyszerű, nagyszerű, de mégis olyan, nekem már tetszik, semmi extra nincs túl az agyalva, meg túl dolgolva, egyszerűen festni. Ugye ez már volt valamelyik képen is, hogy ezt csak azért akartam mutatni, hogy itt lehet eredetig látni, ezt látni a műtelőt, nagyon érdekes, nagyon sok ilyen ovál képet festett. És úgy volt a műtelőnek, hogy egybe volt megcsináltatva a vakkeret, a keret minden, akkor készfot csak bele kellett tenni, nem tudom miért, annyira nem tetszik, de nem ez a kép, de hogy ilyen nehéz úgy mindenhova elhelyezni, meg föltenni, meg akár az állványra is tenni. Ő szerette ezért, ilyen, legalább ez egy másfél méter volt, akkor a nagyobb állapot. Hát ez a, amikor legelőször voltam nála a testet többek között, a három kép közül ez volt az egyik, hatalmas. Ez egy olyan 250x250, nagyon rossz ez a fotó, minden egyes, figura életlanság volt az eredeti képen, két bolton, a kétesben minden megesett, nem ez volt a dolog lényege, amit mutatni akarom. Az egész egy olyan belső térre játszódott, ami minden por alatt volt. Poros volt a macska, poros volt az álmet, poros volt a feszület, minden. De úgy megfeste porosa, hogy az volt az érzetem, hogy én oda mennék, és ezt csinálom, akkor az egész kép, hogy végig le tudnám fújni a port, még a nőknek a lába, a talpa, a keze, minden poros volt. Hát ez Mexikóban van ez a kép, ezt is láttam a galériában, akkor jött vissza neki Los Angelesből, és egy ilyen részen vissza volt oldva a lak. És kérdeztem tőle, hogy megsérült szállítás közben, ugye? És mondja, nem, hanem van egy részlet, ami szerintem nem jó, és annyi idegesítő,
képes volt visszaoldani a lapot, újra festeni azt a részt, magyarán kiavítani, amit csak ő érzett, hogy valami nem jó, de újra alakozta a képet. És ennek ez a cím, hogy Budapest, ugye ez a Vigadó téli szoborcsoport, ez a Vörösmarty téren van, ami körbe vannak a szobrot, ugye abból ez a két kislap. Ugye ez volt össze, kihetetve fényátmenetek volt a rajta, így nem adja vissza, hogy hatalmas, ez is egy képvételes lesz. A képvételes kép volt körülbelül, a dolognak a lényeg, hogy plasztikába kézbombó volt, ahogy a kéz kiút. Így rekítam volna a kezemzsőt. Hát itt megint ez a Havel Focus című képe, hogy itt megint ugye egy kicsit azzal a technikával dolgozott, hogy egy kép, nem, tovább ötlet, ez a teljes kép ugye, csak azért érdekes, hogy van egy fotó róla, ezt én is lefotóztam a műtermében ezt az egyik képet, borzalmas rossz különbségben, de ez akkor készült, amikor én lefotóztam, hogy még a lába meg volt festve a ruházata, de még nem volt összefestékezve, úgyhogy még utána jöttek ezek a lazulók minden felé, és ha visszamegyünk, sem erre, ezt még föltették, amúgy sajnos letörölték az interneten, valahol egyre meg van egy cégnél, meg kell keresni, hogy ilyen 20 fázisban bent volt, hogy hogyan festette a képet, ugye itt is megint az előrajz után ugye az intramatúra, mert ugye ezt a képet összehasonlítjuk, mert mennyi volt, ugye így is a testszínek vannak, mi is a színek vannak. Úgyhogy honnan indul, a barnákból, és hová érkezik minden egy gyönyörű testszíneknek. Még menjünk, na ez is szinte a vége. Ezt szerettem volna megvenni. Az a képnek a címe, hogy az ígéret földje. És úgy szeretett volna egy ilyen szívforma térbe megfestve, hogy az volt a ide, a piros, a fehér és a zöld. Ugye ekkor foglalkoztatta ez a gondolat, hogy ő szeretne Magyarországot. Ez különböző 50-60-as nagyon picike kép volt hozzá képes. És kérdeztem, hogy milyen tetszik. És mondja, hogy nem tetszenek a színei játékot festeni. És az igazság az, hogy én amikor utána ezt a képet, aztán mégis érdeklődtem a lányának, hogy merre van, meg hol van, mondta, hogy ez az egy van meg neki. 6 képet örökölt az apja után, ugye minden megvettek tőle, de ez az egy, amit ő sem ad el. És akkor ő mondta nekem, illetve a Salai mondta még, aki restaurált a képeket, hogy én tudok-e róla, hogy ebből a képből 3 van. Hát mondom, én ezt láttam a műtermében, és ő is ezzel szeretném befejezni, hogy ha valamit lehetett ettől az embertől tanulni, nekem, mint festőnek, nem az, hogy technikailag hogy festett, hogy most lazúrozott, milyen színeket, milyen festékeket használ, hanem az, hogy még 58 évesen hihetetlen életműben maga bőrbe kiállítással, hogy valamivel nem volt megelégedve, és úgy érezte belülről, hogy nem jó, amiről nem tudjuk, hogy nem jó, menj tovább magadni. Képes volt belőle egy második verziót csinálni, egy harmadik verziót csinálni, ugye ez a 3 verzió, közben aztán megtaláltam a neten, csak ez nagyon rossz fotó, egy picit még visszamegyünk, hogy ez a festőnek a tanulási folyamata. Festünk, nem sikerül, felállunk, elbukunk, újra festünk. Megint kezdjük, újra felállunk, megint újra festünk. Magyarán addig csináljuk, míg az első kényszer, ami bennünk van, valahol nem egyezik azzal a dolgozat, amit szeretnénk csinálni. És ez mindegy, hogy 20 évesen festünk, vagy 70 évesen, vagy ő világhíres festőként 58 évesen, ezt kell egy festőtől megtanulni, hogy soha nem hagyom magam. Nem hagyom magam, mindig megpróbálom jobbá tenni, mindig kísérletezek, mindig megpróbálok tanulni, mindig nem, hogy végén addig csinálom. A tanulási folyamat örökké tartni, meg nem hallok addig tanulni. És hát sajnos nincs meg ez a kép, ez egyszer ki volt a McLarennál, itt a hála Istennek, hogy nem azt hoztam el, hogy eszméletlen gyönyörű felbontású fotót tudom róla csinálni, majd lehet, hogy valaha szépen kinyomtatom, ha nincs is meg az eredetije, de hogy ki fogom tenni a műszernetre. De hogy itt lehet látni, hogy mert ennek a képnek az volt a lényege, hogy még nem is az elsősorban, hogy a piros, a fehér, a zöld, vagy annak a fotó is elviszi valamilyen történeteit. Ez olyan volt a kép, amikor eredetiben néztük, mint régen volt ez a kacsintós csaja, hogy hívják a pénztárcán. És olyan volt, hogy az ember beleszült a... Itt egy mélysége lett volna, a kacsintós csaj, szerintem ugye a 3D-snek, hogy a kicsit így az ujjal bele tudtam volna nyomni. Ez egy olyan volt. Úgy levettek egymás fölött a színek, amin a fotón teljesen elveszni, hogy az eredeti képen, amit néztem volna, én meg tudtam volna kaparni a festékek mögött. Lebegett. Ez a tónus lebegett, ezen a tónuson lebegett, ezen a tónuson egymás fölött lebegtek ezek a színek. És akkor talán egyetlen egy kép van ezután. Bocsúzunk,
ahogy ő mondaná, sziasztok, egy rendkívül közvetlen emberről, ez a Budapesten volt egy Gellérfi Palinak hívják, egy ilyen, akkor egy ilyen fiatal srác volt, és akkor pont a kiállításon is megkérdezte tőle, hogy itt lakik nem messze a Palkvizs utcába felmondani, megnézni a képeket, és akkor Sándor mondta, hogy miért nem, fölmentek, megjött azt mondja, hogy talált a sütit, tök jól érezte magát, ő egy ilyen ember volt, ő nem voltak sztár alőrjei, soha nem éreztette azt, hogy ő egy olyan festő, aki mellett kicsit törpék vagyunk, én voltam vele úgy, Budán étterem, hogy állandóan átjut a tárgyról, hogy mindent postoljon meg. Én bekostolhatom ezt, szájába vette, pincéreknek köszönetet mondok, annyira szerény ember, hogy el nem lehet mondani. Úgyhogy valószínű, hogy ő hihetetlen sok olyan munka nem született meg, ugye még egy 58 éves festő az erejének a teljében volt végül benne, volt 20 olyan alkotó év, hogy csak álmodnánk, bármodnánk, akár itt ott Magyarországon. De ezek már ugye soha többet nem fognak megszületni, úgyhogy... Szia! Amit még így tudok mutatni, amit ígértem, hogy elhoztam, ide el lehet jönni, ez a katalógus, amit én kaptam tőle, illetve ugye Barcelonában vásároltam, ez a budapesti kiállítás, ami dedikálva volt, ebben van neki ugye, amiket kaptam ilyen, a New York-i kiállítás, ez amit mutattam a Habeas Corpus, ugye New York-ban akkor ki volt állítva, Sárkész, akkor hát különböző meghívó, Párizsból, innen, onnan, amonnan. Ez a Galeria Meyer de Vihan, ugye ezt is dedikálta, maga meghívóról a kép. Hát ezek mind ilyen szép emlékeim nekem. Kaptam, ezt is tőle kaptam, legelső látogatás, ez egy New York-i album, ugye dedikálta, ez New York-ra készítették. Neki nagyon érdekes volt, mert amikor a Makári megcsinálta az életmű albumát, egyébként azt meg lehet tenni Budapesten, hogy ilyen vastag 6-200 oldalas könyv, azt most nem hoztam el, lehet kapni ott a galériába. Azt úgy alakították össze, hogy olyan sok festmény volt, hogy ami ebből kimaradt, vagy ugye 85-ig van benne, azok kerültek bele a Maklári könyvbe. Úgyhogy valaki ezt megveszi, mert megveszi a Maklári könyvet, ő ezt így szerkesztett össze, mint hogy érezte volna, hogy ez lesz az utolsó könyve, hogy mindent bele kell tenni, pedig nem tudhatta. Abba a két könyve, ami együtt mondjuk van 1000 oldalon, abba lehet a Sándorfinak az életművét végigmenni. Nagyon-nagyon a magyar nyelvű dolgokat, ezeket is meg lehet venni egyébként Maklárinál, a Maklári galériába. Szerintem még van neki, nagyon van össze 2-3-4000 forint környékén vannak, mert ezek a kisebbek, hogy nagyon sok interjú van vele, és hát ő mit gondol a világról? Több mint 1000 oldalat írt. Soha senki nem rendszerezte, nem adta ki, milyen érdekes volna a gondolatait elolvasni. Azt mondta, hogy imádott írni, mert festés közben olyan sokat forrott az agya, ugye, mert amikor alkotunk, megy a kéz, sokszor mechanikusan csináljuk a dolgokat, elvisz a flow, csináljuk, akkor az agy máshol jár, teljesen máshol. És ő ezeket a dolgokat, ezeket leírta. És micsoda nagy dolog volna kiadni, de azt mondta a lánya, hogy senki nem rendszerezte, nem rakta össze, nem rakta a szisztémába, valószínű, hogy ez el fog menni az enyészetbe, de azért az interjújában elég érdekes dolgokat mond, hogy érdemes elolvasni. Jó, úgyhogy, hát röviden, kicsit hosszabb volt, mint terveztem, Rimaszombaton 2 órára se sikerült, itt is kicsivel több, de ennyi volt itt Sándor. Jó? Még magamról hoztam ezt, én szoktam hozni, ez az én albumom, ebben nekem is egy 20 éven van benne, 160 darab kép van benne, ugye 138 kép van 160 oldalon, nagyon sok minden. Én azt úgy szoktam, hogy ilyen alkalmakon, vagy ilyen festészeti dolgoknak, hogyha vannak, akkor ilyen kedvezményes áron tudok adni egy ilyen 3000 forintért, az majdnem egy nyomdaköltségnek az ára, egy ilyen kisebb folyóiratnak az ára, ha kell, az is hoztam belőle pár darab. Úgyhogy köszönöm! Kérdés van. Én szeretem, én azt hittem, hogy téged is megismerhetünk. De nem csak Sándor Fürolban szólni. Hát az utolsó megkérdezett